Miért ilyenkor kezdesz el minden alkalommal beszélni, Viki? Miért minden alkalommal akkor, amikor elindul? Ez már a harmadik olyan adás, amikor jól van, nyomom az intrót, és Viki... Ez egy profi műsor, gyerekek, tehát tartsuk már magunkat ahhoz, hogy ez egy szerkesztett profi műsor, gyerekek. Jó? Több komolyságot. Bocsi, nagyon szépen köszönöm a 9. hónapot. Nagyon jó lesz ez a kaland. Ez egy szerkesztett műsor, srácok, úgyhogy kapjátok össze magatokat. Itt az ideje. Így van. Vigyázzálásba, meg kell dolgozni a... Az a címe, hogy piknik a pokolban? Azt igen. Mondta, megkérdeztem vele, hogy mit fogunk csinálni. Azt mondta, piknikezünk. Mondom, jó, gondoltam a pokolban, úgyhogy piknik a pokolban. Szóval jó estét kívánok mindenkinek. Csak hogy válaszoljak még gyorsan a képregényekből. Oké, köszi. Mi? Neked nem fontos. Szerintem ez olyan, ami... Sziasztok! Sziasztok! D&D! Hello! Hello! Szóval foglaljuk össze, mik történtek eddig, és ismét szeretném magamra vállalni ezt a feladatot, mert Hunter messze túl felületesen csinálja. Szóval az a helyzet, hogy történt valami, amire nem emlékszem tisztán, aztán lejöttünk a pokolba, de volt már lent egy város, és mi emiatt vagyunk itt, hogy azt visszavigyük. És nem haladunk nagyon jól, ezt elmondhatom nektek, viszont Dévának lehet befogadni egy kutyát, nem ment jól, aztán találtunk egy hogy nem ment volna jól? Hát a pokol kutyára gondolok, a nem pokol kutya remekül ment, az még mindig él. Igen. Aztán találtunk egy halom túlélőt, akiknek megmondtuk, hogy lesz szívás, és tovább mentünk. Itt tartunk. Te teljesen elfelejtetted a szőnyeges kalandot. Ja, itt van egy elefánt. Akit eddig leszartunk. Igen, de van egy elefánt. És ami nagyon fontos, hogy Viktor egy órán keresztül túléli a víz alatt. Vissza tudja tartani a levegőt. Igen, így van. Nem, mint hogyha ez nem lett volna fantasztikus. Nagyon szépen köszönjük, Viktor. Nagyon szívesen. Megtennéd, Hunter, hogy megpróbálod te is. Már értem, hogy Matt Colby miért bízza a játékosaira, hogy visszaidézzék az előző sessioneket. Szóval, a legutóbbi... Egy gyors kérdés, a szőnyeg az tényleg ezekkel a karakterekkel történt? Igen. Oké. Én érezem csak úgy, hogy lassan haladunk? Nagyon gyorsan haladunk egyébként, csak... Két oldalon haladunk egyébként ebben a... És tudjátok, mi volt még ezzel? Amikor megcsináltuk a hatalmas nagy taktikát arra, hogy elcsaljuk az őröket a... De az nagyon szép volt. Megcsináltam. Igen. De ezeket elfelejtjük. Szóval, ott elfelejtjük. A legutóbbi kalandban, hogy a parti megérkezett Elturelbe, a városba, ami lerántódott a pokolba, minden lángol, villámok csapkodnak, a félváros romokban áll. A parti, a Hellrider, a parti a Baldur's Gate-i vezető Ulder Ravengard nyomában elindult a High Hallba, ahol némi nyomozás után kiderítették, hogy a High Hallból Ulder odébb állt a közeli temetőbe, hogy megkeressen egy... A High Hall egy dagadságjuk. Igen. Megkeressen egy gyerekét, és annak segítségével lépjen kapcsolatba Torm istennel segítségét kérve. A partival ott hagytuk abba a kalandot, hogy megtaláltak a túlélőket, megtaláltak egy papnőt, aki a túlélőket gondozza, és itt hagytuk abba az előző alkalmat. Van valami beszélő pajzsunk is, nem? Van egy beszélő pajzsatok, igen. Amivel nem kommunikáltatok már egy jó ideje. Amióta eljöttünk a pokolban, nem beszéltünk a démon pajzsral, igen, ez történt. Nagyon szeretett volna ő beszélni veletek, de meggyőztétek arról, hogy nem érdekeltiteket az ő által nyújtott segítség. Nem történt, hogy ez történt, de a lényeg ez volt. Igen. Kérdezem a csapatot. Jól emlékszem, valaki be akarta baszni a folyóba. Volt rá kérdés. Valami ilyesmi rejlik. De elő is húznám én azt a démon. Az én voltam? Majdnem biztos. Lehet. Majdnem biztos, nem emlékszem. Kérdezem a csapat tagjait, hogy amikor legutóbb elhagytuk a karaktereinket, akkor ti dobtatok-e egy short restet, vagy egy long restet, vagy sem? Még lent a pincében. Igen, az rémlik, hogy lepihentetek, de nem tudom, hogy long rest volt. Long rest volt. Még pár izéket, még csapdát is állítottam, hogy ne tudjanak ránk sneakelni. Ja igen, tényleg, az még azelőtt volt, hogy megtaláltátok a túlélőket. Igen. Tényleg. Oké. Csak hogy kb. Tudjam, hogy állunk életpontokban. Maxon, még minden pontomra van. Jól. Szóval, van-e még bármi elintézendőtök a High Hall-ban? Beszélni akartok-e még a papnővel valamit? Vagy indulunk egyenesen a temetőbe? Én mennék. A pokolban lévő temetőbe megyünk? Én szeretném a papnőnek megmutatni azt a pajzsot. Oké. Nem tudom, kinél van az a pajzs. Nálam. Én nem, hogy kiraktam. Én. Megvan. Jó. Akár használhatnám is. Miért nem használom azt a pajzsot? Azért, mert a hölgy, aki segített nektek eljutni ide, elmondta, hogy ez a pajzs egy meglehetősen gonosz tudsz. Jó, de attól még lepattanról akard? Technikailag egy... várjál, megnézem, mert hogy egy plusz valamekkora... Ez egy fontos részlet. De ez egy plusz ilyen... valamekkorás pajzsként tudod használni akkor is, hogyha nem a túlnolsz hozzá, csak nyilván semmi más magical bónuszt nem kapsz belőle. De mindjárt megnézem, hogy mik a statjai ennek a pajzsnak. Hol vannak a magical itemek? Megvan. Igen. Azt mondja, hogy ez egy plusz 2-es pajzs, hogyha használod, tehát hogy plusz 2-t fog hozzáadni az AC-hoz. És egyébként fire resistance-t is kínál, hogyha... Ez ebben a szituációban nem tűnik haszontalannak. Van rengeteg más bónusza egyébként, de azokhoz attunolni kell. Ami egy kockázatos dolog tekintettel a... Hogy gonosz a pajzs. Jó, én szeretném elkezdeni használni pajzsként. Oké. Ha jól emlékszem, meg is csapkodtuk egyszer. Meg, de ezt fogjuk folytatni, mert ez kihallgatási módszer. Odaadnám a pajzsot Dave karakterének, hogy kérdezze meg a nőtől, neki, hogy mi ez. Én így megfogom a sarkát, és így oda rakom a papnő elé, hogy van nálunk ez, és nagyon furcsa, mert lakik benne egy bácsi, és az a bácsi, azt mondják, hogy gonosz. Így Ferja megnézi ezt a pajzsot, és egyébként egy ilyen zöldes, nagy darab acél tábláról van szó gyakorlatilag, amin van egy démonfej elől. Megnézi Ferja a pajzsot, hogy hát azt látom rajta, hogy nem fog javatokra válni, ha használjátok, de én nem értek a varázstárgyakhoz. Ez szomorú, akkor kérném vissza. Azt mondja, nem ért hozzá, szóval akár haladhatunk is tovább. Ugvé, azt mondta, nem használnád. És azt is hozzátette, hogy nem ért hozzá. Nem ért hozzá, de nem használná. Jó, majd nem kötöm össze vele a lelkemet. Nem a papnővel, a pajzsa. Ez valószínűleg egy jó ötlet lenne. Nos, akkor a csapat elindul útjára a városon keresztül. Én még megetetném az állatokat, mielőtt elindulunk. Állataid behamizzák a résanakból származó békönöket és magokat. Én nem vagyok éhes. Őszintén szólva, amióta lejöttünk akkor a pokolba, azóta szorulásom van, úgyhogy kicsit félek ettől az étkezéstől. Lehet, hogy inkább ebben az a szomorú, hogy te jártál még jobban itt a pokolban, ha körbenézzel. Van ilyen medicin dolgom, tudok valamit kezdeni a szorulásával? Majd meg, ez ilyen gyomoridegesség, majd megnyugszom. Mi az elképzelés? Szerintem várjunk még, hogy nagy ellenfél közelében legyen kirobbanó siker. Mehetünk, jó, nekem jó, neki jó. Oké, ahogy felléptek a katakombák, hát mindenkinek van. Ahogy felléptek a katakombákból, és kiléptek az utcákra, és elindultok szépen nyugat felé. Ahogy haladtok át a hamutól koszos utcákon, és ahogy a lángoló tetők és bedőlt tornyok búsan néznek rátok, hallotok az egyik épületből, egy vörös téglás nagyobb épületből, ami nagyrészt elkerülte a villámok csapásait és a lángok pusztításait. Hallatok kopogást a házból. Ilyen sűrű, tompa, látszólag ritmustalan kopogást. És van előtte ajtó? Az épületnek van ajtaja, így van. Akkor én odalépnék az ajtóhoz, és azt mondanám, hogy haló? Próbálom berúgni. Ahogy bekiabálsz, nem jön válasz, csak a kopogás megy tovább. Mennyi lett a strength check-ed? Várjál, strength, akkor ahhoz igen. Adhatok 2-10. Az ajtót, így látod, hogy a kilincse meg van feszülve, és egyszerűen nem ereszti az ajtót, hiába rúgdalod. Én megpróbáltam. Én ide nem akarok bemenni annyira. Nem érdekel, hogy mi van bent, Bobby? Mi van, ha bajban van valaki? Mi van, ha az egy fa? Rassz, te ide őshonos vagy, dobjál nekem egy history checket. Bonszályok. Illetve ez egy fa ajtó, mert akkor akár Krösz fel is égetheti. Egy acéllal megerősített keretű, de nagy rész fa ajtó. Rájövök, hogy ajtó. Mi ez, history? Plusz 3. Akkor az 20. Az itt töltött időd alatt te néhányszor elmentél emellett az épület mellett, és nem egyszer láttál olyan 6 és 10 év körüli gyerekeket rohangálni tanárok körében és felnőttek körében, ez így. Neked nagyjából rémlik, hogy ez valószínűleg egy ilyen iskola lehet ez az épület, vagy lehetett egyszer. Hát srácok, emlékeim szerint ez egy iskola lehetett, úgyhogy bent, ha van valaki, akkor az lehet, hogy fiatal és nagy bajban van, úgyhogy... Mackó úr, nem veselkedne neki az ajtónak még egyszer, ha a teknősnek nem sikerült? Az, csak fogdosd meg, és fel tudod gyújtani azt az ajtót. Hát de nem akarom felgyújtani az ajtót, pokol, hogyha gyerekek vannak bent. Könnyű lenne felgyújtani, már rég ne. És azt gondolod, hogy a gyerekeket majd megnyugtatja, hogyha én egy farkassá változva betöröm az ajtót? Ne farkassá változz, hanem oktopusszá, és próbáld meg kinyitni, vagy valami. Vagy próbálj meg a lehető legszukibb vérmedve lenni, ami valaha. Változz egy nagy zsiráfá, és nézd be az emeleti ablakon. Hogy ott álltok az utcán folyamatosan megy a drömbölésben. Megpróbálhatom még egyszer berúgni az ajtón? Megpróbálhatom. Nem fog sikerülni, srácok. Oda bent egyre durvábban megy a drömbölés, és már így horpad kifelé az ajtó, hogy dörömbölnek bentről. Nincsen egy ablak, amin be tudunk menni, vagy nézni. Ez 17. Vannak ablakok, de be vannak reteszálva. Ahogy Ugvé odalépsz, és rárugsz az ajtóra, így a kilincs így beszakad, de ahelyett, hogy befelé menne az ajtó, így azonnal így kijön az ajtó bentről, lenyomva téged, és rád esik, mint egy 3 zombi. még jönnek kifelé, úgyhogy átraklak benneteket. Technikailag ez is feltételezem, 3 zombit mondott, ugye? És azt mondta, hogy ne. Még jönnek. Lenne egy nagyon fontos kérdésem, ezek ilyen gyerekszájz zombik, hogy a traumát átéljük. Ó, derék magasságba üssetek. Gyerek zombik? Nagy részt igen, és a zombik, amik állnak most az ajtóban, és Ugvé, mindannyian promnon kezdik a kört. Úgyhogy dobunk initiatívokat. Ezt megérlem, hogy ez az initiatív a zombim. Én technikailag az ajtó alatt fekszem? Csak így, hogy gyakorlatilag az ajtó alatt fekszel egy pár zombi alatt. És az ajtó másik oldalán van. Bobbyé lesz az első lépés. Enyém lesz az első? Igen. De egyszerűen ez fantasztikus. Tényleg egyes dobtál az initiatívámra, hogy az... Tényleg. Nézd. So far, so good. Illik a helyzethez. Abszolút. Ez esetben akkor én lehetséges, hogy rögtön egy Erupting Earth-tel kezdenék. Oké. A zombik rajta vannak Ugvéjen egyébként. Bocs. Semmi baj. Ez nem olyan, amiben meghalok egyszerre, ugye? Mert akkor semmi baj, így amúgy... Nem. Ha van időm megérinteni magamat, akkor minden rendben van. Nem. Az baj, hogy én kezdek. Jó, nem baj. Én nagyon félek attól, hogy Ugvének valami bal esik, úgyhogy hol van Ugvé egyébként? Pontosan. Konkrétan Ugvé itt áll. Ott áll? Igen. Hát akkor... Hát 3 zombi alatt fekszem, tehát hogy nem állít senki. Jó, de akkor a hátsó 6-ra fogom ezt irányítani, ugye ez egy 15x15-ös. Oké. Kocka vagy kör? Kocka. Kocka. 15x15, azt mondja, hogy... 15, várjál, bocsánat. Nem, 20. 20 feet-es, oké. 20 feet. Jó, 20 feet így, 20 feet-em így. Jó. Nem pont, hogy nem 20 feet így, 20 feet-em így. Várjál. De cuki ez a map, most 20 feet cube centered on that point. Aha, jó, de... Ja, hogy az egész 20 feet. Jó. Azt mondja, hogy ez... Ja, de hogy ez jó az így. Ez így, 20 feet. Jó. Ja. Oké. Ahogy így kidőlnek a zombika az épületből, Ugvé azon, hogy felemeli a karjait, és bereped az iskola padlója. Én megfogom a staffomat. Maga alá temetve a zombikat. Dobniuk kell a zombiknak valamit? Dobniuk kell. Dex 15 saving. 15-ös saving throw? Így. Hát ezt nem dobják meg, úgyhogy dobja a damage-en. A damage-em az pedig 3d12. Értette valaki, hogy mennyi? Nem, de majd ugye kidobja úgy. Hát ez nagyon szar, 21. Ez nem nagyon szar, ez 3d12, ez egy elég jó dobás. 21, oké. Ahogy, holy hell. Ez komoly? Elpusztítottad a gyerekeket. Olmi. Nem pusztítottad el őket, de majd meglátod, ez nagyon csiszes volt. Ahogy így felemeled a kezeidet, nincsenek már jó. Belemélyednek a földbe, és a földlapok itt összezúzzák a zombik nagy részét. Még mocorognak a kövek közt, de éppen csak. Elegem van itt, aztán minden csak bántani akar. Ezt abszolút át tudom érezni. A bonus actionből... Bonus actionből igazából csak idejövök Viktor mellé. Okay. Nem, ez még csak a mozgásom volt, bocsánat. Ez csak a movementem volt, és Az a helyzet, hogy nincsen nagyon hasznos a bónusz action-öm, ha csak nem akarok átváltozni. Ja. Nagy rész az a move-od, bónusz action-ként. Ja, én vállalom, csak odáig el akarok menni, hogy okay. Emotional support legyek. Bobby odaáll, és benéz az ajtó alá. Jól? Hi! Ugvéj! Minden rendben, teknős vagyok. Jó, de nem csak vissza kell tartani a lélegzetedet most. Pedig egyébként, ha nem akarod érezni a zombikat, akkor lehet, hogy nem árt. Kraz, tiéd a kör. Én ide egyen lejjebb fogok lépni, és... ha már Bobby így eldurrantotta nagy dolgokat, akkor én ilyen hatalmas dolgokat nem fogok csinálni. A bónusz actionből szeretném használni a Planner Warrior-t, ami ugye azt tudja, hogy kiválasztom itt a legelső zombit, ami velem egy vonalban van, és hogyha eltalálom, akkor kapok 1d8 force damage-et. Okay. És szeretném használni a sharpshooter-t, ami ugye egy -5-ös penaltit ad a rollomra. Alright. Hogyha bemegy, és akkor ez... 19. Az meg lesz. Dobja a damage-eket. Jó, akkor a damage... Perifériás látásod, így besötétül, arra az egy zombira fókuszálsz, hogy előhúzod az nyilvesszőt, és elereszted, így eltűnik a térben, és közvetlen a zombi elől újra előbukkan, és beleáll a testébe. Akkor az 21. Oké. Okay. Ahogy belerobban a nyilvessző, így darabok leesnek a testről, még áll és hörög az arcodba, de nagyon szarul van. Ó, bocsáss meg! Hátránnyal kell dobnod az attack roll-odat, mert fekve van a zombi, és fekvő targetre hátránnyal dobsz. Úgyhogy a teljes kedvéért dobjál még egyet a królt. Jó, oké. Okay. Marad, ahogy van. Belelősz, szétesik, és már csak a feje, meg a felső testét próbálja egybe tartani magát. Na most ők következnek, így felállnak. Az, amelyik Viktoron, vagy hát Ugvéjen állt, az így oldalra lép egyet. Mindenki elhasználja a movementjének a felét, hogy felálljon, úgyhogy hűha, nem maradt nekik nagyon sok movementjük, és nem is nagyon tudnak messzire menni, mert állnak az Erupting Earth maradványaiban. Úgyhogy hát ők kijönnek erre. Ugvé, mivel technikailag ellépett mellőled az egyik zombi, megpróbálhatsz egy opportunity attackot, de hátrányod van, mert... Mindenféleképpen rásamnék a kis buzogányommal a bokájára. Hátrányod van, mert hogy fekszel. Mindenképpen megpróbálnék ebben az esetben rásamni. Ez 3. De azért add hozzá, mert a zombiknak nem nagyon van sok arcéja. 6, az 9. Az megvan, dobjál damage-ot. Hóri kakamóri, de régen dobtam ezzel, mit üt ez egyáltalán? Egy D8 vagy egy D10, nem tudom. Egy D6 plusz 3, ez 9. Buzogány D6. Igen. A buzogány D6. Azt írja a videójáték most felület. Én hiszek nekem. Ami nem videójáték most, de... Ahogy rácsapsz a lábára, így rácsaptál, a lábának egy darabját szétverted, és ott van a kövön, vagy így csoszok közelebb, és Ugvét körbejárja, meg fogja próbálni megütni Ugvét, vagy nem Ugvét, Bobit, és a mancsával dob egy attack rollt, 16, mennyi az AC-d, Bobi? Valószínűleg 3, pillanat. 12. Azt találni fog, azt mondja, hogy az... 7 pont sebzése, hogy így a mancsával rácsap egyet. Ez physical, ugye? Physical, és a két zombi, akik körbeveszik Ugvét, ők, sőt 3-an veszik körbe egyébként, mert ennyien tudnak most kijönni. Mind a három meg fogja próbálni megütni Ugvét, és mivel melletted állnak melee-ben egy prone targetre, ezért előnnyel fognak ütni rád mind a hárman. Oh. Mondjuk van előttem egy ajtó. Amit félredobnak. Már nincs előttem az ajtó. Jó, az első támadás az nem fog sikerülni, mert az 15, neked meg alsó hangon is 17 az AC-d. 19 egyébként, de van egy pajzsom, nem tudom, számítom. Az 21, igen. Mert akkor 21 az AC. Ez nem talál, ez talál, ez 24 az attack-rollra, és 7 pont damage, hogy így rácsap egyet a páncélodra, és érzed, hogy a levegő kiszalad a tüdődből. A harmadik pedig 10... ez mennyi? Ó, ez 19, akkor azt sem talál. Hogy így csapna rád, így gyorsan feltartod a pajzsot, aminek az arcába így belecsap. Hát ezt nem szereti a pajzs. Elnevezhetnénk valahogy? Legyen mondjuk Fred? Tudjátok okay. A nevét, elmondta a nevét benne. Fred. Nagyszerű. Tehát Fred. Fred. És pöré a kör. Hát akkor én... ahogy itt van egy zombi, akkor én ehhez mondjuk úgy odalépnék, azt megpróbálnám megütni egy hendexel. Mindig azt hiszem, hogy hemendex, de csak hendex, de hát a hemendex milyen jó, az plusz 8-as. Okay. Az 11. Azt talál, dobja, de micsoda. Level 6-on nagyon szarul kell dobnotok, hogy ne találjátok egy zombit. Az 6. 6 pont. Oda lépsz a hendex, kivágsz egy darabot a bőréből, meg a húsából, ami illeplottyan a földre. Akkor megpróbálom a... tényleg hemendexként. Hemendex. Igen. Ez esetben a másik kezemből a Morningstar-ral megpróbálom megütni. Oké, okay, dobj egy attack-rollt. Jó, az is találni fog, dobj a damage-et. 3-ból? Igen, mert plusz 6-ja van már minden fegyverre minimum. Ütői volt a kérdés. 11. 11? Oké, akkor most az történik, hogy ahogy belecsapsz egyet a mellkasába, és darabok esnek ki a felső testéből. Dobnia kell egy con-save-et, 5 plusz damage taken. Mennyi volt a damage? 9? 11. 11. Ó, az... oké. Okay. Tehát egy 11... 16-ot kell dobni a con-save-jére. Ezt megdobja. Ahogy bezúzod a mellkasát, és kiesnek a csontok és a húsdarabok az ütéstől, egy pillanatra így lehorkad a feje, és így visszanéz rád utána. Ez esetben ismét a jobb kezembe lévő hendex-szel megpróbálom megütni. Oké. Okay. 16. Mert a fizikai agresszióban az sokszor nem elég. Dobjál, de mindjárt. Plusz 8, bazd meg. Összesen nincs. Az 8. Oké. Okay. Ahogy belevágsz egy hatalmasat újra, azt mondja, hogy ez 8, 10, 13, 17-et dobott, ahogy belevágsz még egy hatalmasat, és levágsz róla egy újabb darabot, visszanő egy kicsit a húsa a csontjaira, és néz rád bután. Nem nagyon akar meghalni ez az undead. És ugvéj a kör. Én először is, csak hogy biztosan egyértelműen közös ugyanazon alapon legyünk, ezek ilyen undead jószágok, ugye? Yep. Akkor ebben az esetben így az akcióm az az lenne, amint sikerül bezárnom azt az ablakot, amit sikerült véletlen kinyitnom, hogy használnom ezt a Channel Divinity Turn Undead dolgot, és így meglengetném a vallási jelképemet, okay, amiről nem tudom micsoda, de hogy bizonyára van nálam egy ilyen. Egy páncélökkel egyébként. Remek választás, a legjobb, szóval akkor így az ajtó alól így, ja már nincs rajtam, de így feltartanám a páncélöklöt, és elkezdenék imádkozni, És sajnos nem ölök meg vele senkit, de hogy ezek egy percig menekülnek tőlem, az biztos. Igen, nem mehetnek közelebb hozzád 30 feet-nél. Ja, nem lehetnek reactionjei, és az actionjükként csak dash-t használhatnak, hogy elmeneküljenek tőled. Így van. És azt hiszem, hogy a difficult terén miatt nem lehet dash-elni, ugye? Desselhet, csak fele annyit fog tudni desselni. És nyilván ez az egész, ezért ezzel dobniuk kell egy Wisdom Saving Throw-t, 14-es targettel. Oké. Okay. Hát kettőt dobtam a kockára, úgyhogy ezek nem dobják meg a Wisdom Save-et. Ahogy Ugvé felemeli a szent jelképét, ami elkezd sárgán pulzálni, így mindannyian így hátrahőkölnek. Levegőbe kalimpálnak. Így mindannyian, akik így fölé tornyosultak Ugvé fölé, így most hirtelen hátra néznek, hogy sárga fények kicsapnak a tömegből, és azonnal elkezdenek rohanni, vagy majd akkor fognak elkezdeni rohanni, amikor az ő körük van, de hogy tudván, hogy ez történik, ti szeretnétek-e még megölni őket, mert hogy most ők egy percen át menekülni fognak. Szerintem akkor már taroljuk le őket, mert hogy... Tulajdonképpen az a kérdésem, hogy maradjunk initiatívában és folytassuk-e a harcot, vagy tudomásul veszitek, hogy ők most futnak, és ti is elmentek innen inkább. Szerintem nekem én azt mondanám, hogy öljük meg őket, mert minthogy ha nem muszáj, ne szabadítsuk rá őket másokra. Ezek embergyerekek, ugye? Igen. Azokért nem kár. Ezek a fák lennének. Kis bonszájok szaladnának. Nem tudod őket megmenteni valahogy, Bobby? A jóság erejével nem tudod visszaváltoztatni őket? Nem. Én végignéztem egyébként, sajnos én sem. Tehát, hogy nem találtam semmi olyat, ami egy lesser restoration történne. Van, ami sort of ezen a vonalon csinál valamit, de semmi ilyesmit. És ezt Ugvé nagyon jól tudja, tekintette arra, hogy egy life cleric. Az egyetlen dolog, amivel ezeket a szerencsétlen gyerekeket vissza lehetne hozni az életbe, azok feltámasztó mágiák, és abból jelenleg nem vagytok eleresztve. Ezt Ugvé nagyon jól tudja. Se nem erre használnánk. Csapjuk szét. Ugvét megkérdezem, hogy használtad a Channel Divinity-det, egyébként akarsz még valamit csinálni? Hát felállnák. Mert akkor maradunk kombatban, hogyha ez a konszenzus, hogy megölitek őket. Nekem ez egy actionöm, szóval én így nem nagyon tudok más csinálni. Okay. Ha engeded, hogy felálljak, akkor felállok. Persze, felállhat. Engeded, akkor nem állok fel. Az nem action, az a movementet felébe kerül, hogy felállja földre. Oké, ahogy felkelsz, és levered magadra a port, és a zombi belsőségeket, Bobby lesz a kör. Egyébként most már mozoghattok attól függetlenül, hogy attack opportunity-tól kelljen félnetek, mert hogy nem lehet reakciójuk. Ja. Úgyhogy mozogtok, ahogy akartok. Te még nem akarsz hátrébb jönni egy kicsit, Viktor? Ugvej. Még van 15 feet movemented egyébként, hogyha... By the way, a továbbiakban is én vagyok a legtankibb gyerek a vidéken, szóval jó helyen vagyok itt. 21-es AC-ja van, szóval. Tehát egy 21-es AC-val, 31 HP-val állok itt most is. Nem az AC-d miatt félek, hanem a Dex-ed miatt félek. Jó lesz. Your funeral. Nem lesz jó, ellépnék. Oké. Nem tudom, mennyire menjek messzire. 3 kockát léphetsz, hogyha... Én előre engedem Bobbyt, úgy érzem, szeretne csinálni valamit. Úgyis a temetőbe tartotok. Igen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy... Az a kérdés, hogy akarok-e még egy 3-as slotot ellőni ezekre a kis senki. Szerintem nem. Ezek most nem annyira izék egy ideig. Én úgy hallottam, hogy a gyerekek szeretik a mackókat. nem ebben az értelemben, de nagyon jó az irány. Akkor Macival változom? Igen. Nézitek, hogy Bobby négy kézlábra ereszkedik, a teste egy kicsit megnövekszik, és a fejét egy medve feje veszi át. És bemozgok ide, és megtámadom a... először őt. A felsőt. De rossz helyen. Azt egyébként jól érzem, Hunter, hogy azok, akik nem jöttek még ki az ajtón, ők már nem is tudnak kijönni az ajtón. Ez 23. Nem tudnak, mert felém kéne hozzájuk jönni. Ja, ajtóban. Úgy nem. Tehát, hogy ha az ő körük van, akkor befelé fognak rohanni. Befelé fognak szaladni. Oké. Ahogy megcsapod az előtted lévő zombit, így darabjaira esik szét, és beteríti az ajtófélfát. És megtámadom a másikat is. Okay. Az alattunk lévőt, az alattam lévőt. Oké. Okay. A multiataknál mind a kettőnél dobnom kell? Mind a kettőre dobnom kell? Igen. Igen, dobnod kell mindig atakra. Jó, az 12. Azt talán dobja, de nincsen. Az 2D6 plusz 4. Az 14. 14, oké, az megvan. Ahogy rácsapsz a másikra, az is darabjai. Ennyit hallottam, de azt hiszem, hogy meghalt. Ja, bocsánat. A zombik egyébként lehet, hogy még így utánat katar a kezem. A felső is meghalt? A felsőt is meghalt. Aki fenn... Azt támadta először. Azt támadtam először. Ja, bocsánat, akkor igen. Az is, meg az alattam lévő is. Az volt a második támadás. Ezt a kettőt támadtad, bocsánat, belsőre gondoltam. Oké. Van még egy atakod, hogy gyors. Nincs, nem, multiatak, kettő van. Oké. Na, akkor ez a kettő most meghalt, ezek már nem dobnak semmit. És Krazzé lesz a kör. Nos, nem tudom levenni, mert ő nem ő az initiatív a zombim. Akkor őt talál. Én be fogok lépni oda. Krasz, még sose láttam közelebb menni. Ha távolra lekkorát üt, mi történik, ha oda megy? És azt fogom csinálni, hogy ha már egy Firegenasi vagyok, hogy Burning Hands-et szeretnék kasztolni. Az úgy működik, hogy így kitartom a kezem magam elé, megjelennek benne a kis lángok, és ez egy 15 lábnyi kón, szóval elvileg mind az 5 benne van ott előttem. Ja, ez pont benne van mindegyik. Yep. És ez kérlek szépen, nekik Dexterity Saving Throw-t kell dobni. Oké. Mennyit kell dobniuk? Hát nekem a Dexem az 17. Nem Dexet kell dobni, vagy nem a Dexet szabja meg, hanem ott van, mennyi a Spell Save-je az Ability-nek. 15. Oké, akkor ez megvan, dobjál damage-on. Akkor az... 3D6. Hogy kell ezt felroll? Akkor az... Fél szévre 6 damage. 6 damage, azt mondja, hogy akkor 11-et kell... 11-et kell... Ahogy kiteszed a tenyered, és kavargó tűzorkán kitör belőle, így elkezdenek lepotyogni a zombik darabjai, aztán így visszanő egy karja a másik, az egyiknek, a lába visszanő a másiknak, így helyre rakják az állkapcsukat, nem sikerült kivégezni őket. Hogy parancsolsz? Hát, nem sikerült megölnöd őket. Lángolnak, és félnek a Channel Divinity-től, de nem haltak meg. Miért nőtt vissza a karja? Meg a lába! Értem, hogy nem halt meg, de miért nőtt vissza a lába? Ja. Hát jó. Akkor fussatok, bolondok. Jó, nagyon messze nem futnak, látjuk a lassaket a vonal. Egyébként ők jönnek, na most ők dashelni próbálnának, az azt jelenti, hogy 40 move, 40 feet-et mennének, de csak 20-at fognak egy darabig. Ja, így ennyire tudnak elmenni, de Bobby és Krusty kaptok egy-egy opportunity attackot, ahogy ellépnek előletek, úgyhogy egyet-egyet megtámadhattok mind a ketten. Én az egyiket szeretném. Én meg a másikat. Az 23. Azt találni fog. Dobja a damage-on. Az... 8. 12. Okay. 12, meg az 17. Oké. Okay. Ahogy így próbálna elrohanni, és így belekapsz a karmoddal, így visszahúzod, és így szétesik a teste menet közben. Kaci megpróbálta. Kaci, mennyit dobtál az a... Ó, oké. Ahogy így megpróbálod megütni, még ég a másik kezed a Burning Hands-t, és nem bírod megcsapni. És jó, akkor az egyik meghalt. A maradék 4 az kirohant az Erupting Earth területéről, és így próbálnak szétszéledni a teremben, és menekülni UV turn undead-jétől. És pörjé a kör. Bocsás, srácok, nem akartam nagyon meghalni. Ez még rohan el. Pörjé, dobhatsz egy opportunity attackot, mert neki még minimum 30 feet-en kívülre kell mennie UV-től. Azt talál, dobja, de nincsen. Kilenc, meg az 14. Oké, ahogy próbál elrohanni a zombi, így ketté vágod a kardodra, és két testfele így szétcsúszik a kövön a lendülettől. Ez már nem mozog. És én jövök. És te jössz. Rendesen szeretném hozzátenni, hogy a mesélőnk egyébként a mai nap folyamán egy horror sztorival kapcsolatos D&D könyvről mesélt, ha jól emlékszem, és azóta, azóta dolgok szétesnek, meg ketté vágjuk őket. Nem beszélt a könyvről egyébként, de igen, zombikról van szó. Én itt a két fiatalember között beférek? Igen. Hát akkor amilyen messze lehet, én olyan messze ott úgy elmenni. Nagyon szuper messzire nem tudsz, mert itt difficult terén van az Erupting Earth következményeként, úgyhogy csak addig tudsz bemenni. Bocsi! Mert széttört a követ, és ilyen nem stabil a terület. És hogyha mondok egy feline agility-t, akkor dupla. Akkor dupla lesz a sebességem. Oké, akkor... Baby speed. Ja, várjál, eleve be tudsz még menni legalább ennyire. És a feline agility-vel be tudsz menni ide, hogyha be akarsz. Be tudsz menni közéjük. Igen, és akkor a felsőt, azt akkor megpróbálom megütni. Dobjál ott. Azt állni fog, dobjál damage-et. 10-15. Oké. Így beleszúrod a pengét, kirántod belőle, és a zombi összerogy és eldől. Ez már nem mozdul. Akkor még üthetem a másikat, ugye? Yep. Akkor azt megpróbálom a Morning Starral. Ami 20. Szalám. Tíz. Oké, egy Morning Starral a másikra így rácsapsz, így darabokra esnek a csontjai, és szétterülnek a kövön. És még egyet tudok. Yep. Akkor még azt ismét a handaxe-szel megpróbálom. Szerintem belefér, hogy még oda lép. Ja, belefér, hogy még oda tudj lépni. Az 10. Az 10, azt talál, dobja a damage-ot. Ja, akkor nem kell róla dobnod, mert így is úgyis meg lesz. Nem tudom. 10. 10 pont. Oké. Okay. Ahogy rácsapsz egyet a másik zombira, és kihúzod belőle a pengét, beforr a sebbe, és néz rá. Oh, de azért, azért csak 3-at megöltem, srácok. Kapjátok össze magatokat. Azért nem menekültek miattam. Először is szeretném jelezni, hogy rájöttem, miért nem használtam a démon pajzsot. Azért, mert használtam valamilyen más pajzsot. Tehát igen, 19-es AC-m az a final AC-m, tehát ez nem lesz 21. Ja, akkor 20 lesz tulajdonképpen. Nem lesz 20 sem, mert hogy van már egy pajzsom, tehát nem fogok két pajzsal szaladgálni, gondolom. Tehát 19 jó, de... az AC-m a pajzs miatt, amúgy 17. De az plusz egyet ad a normál pajzs. Plusz 2-t ad az a pajzs, amit be van kapcsolva. Nem tudom, mi ez? Lehet, hogy a démon pajzsot használtam eddig is. Lehet, hogy azt használtad eddig is. Majd kiszortoljuk. Majd kiszortoljuk, de hogy az enyém, hogy a 19 a final acém, amíg nem vagyok behúzódva a házamba, mert akkor lesz 21. Alright, alright. Jó, well, én szerintem mindenki fantasztikusan csinálja ezt a dolgot, úgyhogy én nem tudom. A morális supportot nyújtanék egy szuperek vagytokkal, de én odaig nem gyaloglok el. Ez teljesen biztos. Oké. Okay. Akkor Bobby a kör. Én bevágtatok az utolsó zombihoz. 2 van még. Oké, okay, és... várjál, akkor be tudok vágtatni ide. Nem tudsz bevágtatni addig, mert hogy legalább... Idáig tudsz eljönni maximum. Nekem 40 feet. Jó, de... Ó, de... de akkor eddig tudsz eljönni. De az Erupting Earth miatt nem tudsz ennél tovább menni. Szép munka. Igen? Gyógyítsam őket én is egy kis tűzzel? Vagy mit szeretnél? Idáig tudok elmenni? Nem, eddig. Jó, akkor eljövök idáig, leülök, és így... Kraz, tiéd a kör. Hát jó, akkor én rá fogok lőni a felsőre, és a szokásos bonus actionből Planner Warrior, meg használnám a szokásos kombó, why not? Mindig elfelejtem a nevét. De érted, tudod, amit szóval szétpukkan az ellenfél, azt szeretném. 5-öm van. Az egy nagy 20, úgyhogy dobjál dupla damage die-t a fegyverre. Képzeld, hogy reggel bemész az iskolába, aztán fast forward 2 hét, és aztán valaki felrobbant egy nyilvesszővel. 8. 16. Az... 27... Jó, oké. Okay. Szóval... Force damage. Kiveszed a nyilvesszőt, és elereszted, így oldal felé, így a melletted lévő táblára így lepattan, és így keresztül megy a zombi melkasán, és szétesik a teremben. És van még bármit, amit szeretnél? Nem. Peri, tiéd a kör. Hát akkor csak megütnám. Nem kell atakról dobnod, dobjál damage-en. Mert biztos, hogy el fogod találni, akkor a bónuszaid vannak. Vagy. Bezártom. Min van? D6 plusz 5. 10. 10, oké. 15. Hogy akarod csinálni? Hát így oda megyek, és így föntről lefelé a kis fejszímmel így hosszába kettévágnám. Függőlegesen kettévágnám, így a belsőségei szépen szétszakadnak és szétfeküdnek két oldalon a földön. Így kinyílik. És amennyire... szépen váltotta, hogy föntről lefele, mert ugye gyerek, szóval... Amennyire meg tudjátok ítélni, az általatok széttrancsírozott gyermektetemeket leszámítva idebent nem láttok semmi más támadót. Egyébként, ahogy benéztek a terembe, rengeteg szétdobált asztalt, véres véres eszközöket és táblát, és széttört bútorokat találtok. Ám körülnéz valaki, aki olyan... Azért egyet csak meginvestigálhatná valaki, aki ebben ügyesebb, mint én. Én elkezdek körbe szaglászni. Nekem van plusz egyem investigationre. Szeretnétek, hogy bevessem az elképesztő képességeimet? Én csak körbeszaglászom. Nekem a szagokra... Szagok kifejezetten abban nem fognak segíteni, hogy mi történhetett, vagy mi volt a... Ja, ez nem is érdekel igazából. Visszaalakulok. Betrapolnék körbenézni. Visszaalakulok, és szeretném újra felhívni a figyelmet, hogy teljesen meztelen vagyok. 14. 14. Tudok valahogy úgy nyomozni, hogy ne lássam a péniszét? Tudsz. Ahogy tudnál, de aztán így megfordulok, és így... Ahogy szétnéztek a testek és a terem véres maradványai között, Ugvé nagyjából meg tud mondani, hogy valószínűleg nincs egy órája, hogy megtörténtek itt a problémák. Ahogy megnézed a testeket, találsz két felnőttet, a többi gyerek. Vannak rajtuk harapás és karmolás nyomok. És nagyjából ennyi. Srácok, ez nagyon régen történt, semmit nem tettünk volna. Menjünk. És nincs itt semmi érdekes? Más nem nagyon találtok. Nincs. Én elrohanok kifele, és egy kicsit félrelököm Kraszt, és kimegyek állóhoz. Meg a többiekhez. Bobby szerintem öltöz fel. Nem tudom, hogy itt hogy van a közszemérem sértés, de egy tógát dobjál már fel magadra. A pokolban? Oldap, elhangzott valami pénz út közben? Csak nem figyeltem? Nem. Pénisz. Pénisz. Nem. Jó, okay. Ja, pénisz. Kevésbé érdekes? Akkor, ahogy kiléptek az utcára, folytatjuk az utunkat. Na, az iskola felszabadítva, bocsánat, be kell engednem a kutyát. Akkor hozok egy kólát. Akkor menjek el pisilni? Aha. Oké. Okay. Mentünk szünetre? Mindenki felpattant. Mindenki elment. Jó. Csak nagyon kaparta az ajtót, be akart jönni. Mert az én szobámban van a kajája, meg a vize. Szeva. Ó, kaja. Kaja? Én ma már ettem, miért vagyok éhes? Az ember általánosságban többször eszik egy nap. Én is csak egyszer szoktam, de az emberek általánosságban akár többször is ehetnek. Nos, nem tudom, Viktor hova tűnt? Mindegy. Pisilni ment ő is. Ja, jó, oké. Akkor megvárjuk. Csak nem tudtam, hogy mit tudom én, és ment egy pohár inniér, vagy olyan. Oké. Ahogy haladtok tovább, nagyjából 2 órás séta a kihalt utcákon, amíg elértek a temetőig. Hol a temető? Megmutatom. Nyugaton. Ennek tűnik. Ez tűnik itt temetőnek. Ez a temető. Az a fekete pont. Ó, oké, látom. Mekkora pazarlás a városon falon belül temetkezni? Hát azt hagyja, mennyire higiéniátlan. A város falon belül temetkezni? Nagyon sok helyen van a városon belül a temető. Veszprémben is. De hát gondolom a város szélén, nem? A kellős közepén. De hogy a kellős közepén. De miért? Mondjuk azért előttem megjelent a kép, hogyha jön egy ostromlós sereg, kiesse a hulláidat, és a saját őseiddel dobál meg. Áááá, jól hangzik, jól hangzik. Yeah. Foreshadowing is hard. Szóval, ahogy megérkeztetek, a 10 lám magas sárga réz kerítés, ami előttetek áll, és egykor körbevette az egész temetőt, most arra több helyen bedőlt, a nagy kapui, melyen egykor a gyászoló tömegek léphettek be. Most zsanérjaikról félig leszakadva lengnek a szélben. Levágott emberi testrészek díszítik a kerítés csúcsait, néhány végtag a kompanionból kilövelő villámok ritmusára rángatózik, mintha élőholtak darabkái lennének. Bocsánat, fák vannak? Várjál. Törött sírkövek és összedölt emelvények vannak szétszórva az udvaron, melynek közepén egy Lathandernek, Tormnak, Helmnek és Tyrnek szentelt kápolna áll. Az egykor szent épület most ocsmány lila fényben világít. Odabent van egy-két elkorhadt fa, de nagyját valószínűleg szétpereselte a kompanion. Akkor én tudok én valahogy megtisztítani ilyen szent dolgokat a nem szentségtől? Én oda megyek az egyik fához, és az addig a vállamon ülő mókust, azt így felrakom a fára, hogy legalább egy kicsit érezze magát. Nem lesz. Jó, de mi ide jöttünk valakit keresni. Elméletileg ide ment a... Igen, a boss dude. A boss dude. Szóval, hogy jó lenne, ha őt mondjuk megtalálnánk. Látunk valahol bárkit, aki így, tudod, így nem tűnik rossz arcnak. Dob egy perception check-en. Jó. 17 plusz, mert nyilván van plusz. Ahogy... 23. Oh, wow, oké. Okay. Hol van, mutasd! Ahogy... Szemesnek áll a világ. És így megnyalja az ujját, ott van. Ahogy átnézel a kerítésen, és lassan kémleled az udvart, látsz árnyékokba burkolózott alakokat, kisebbeket, nagyobbakat, amik így dülöngélnek, meg jönnek-mennek. Nem nagyon tudod kivenni, hogy ki micsoda, mi kicsoda. Innen kintről nem tud jobban kivenni, hogy... Srácok, vannak benn dolgok, de nem mernék nagy összegben fogadni, hogy jó fejek. De be kell mennünk, nem? Ja, be, persze. Oké, csak hogy így lélekbe készüljünk fel. Én már benn vagyok az egyik fánál. Egyébként. Hát beléptél a kapun, felraktad a legközelebb fára, az ott van a kapu mellett közvetlenül. Jó, van, sétáljunk be. Az van, hogy akiket látok, azok dülöngélnek. Tehát, hogy abban az esetben, ha nem gonoszak, sem lesznek hasznosak, de hogy... Azért megnézhetem. Kis zombik lesznek? Ahogy besétáltok a kapun, láttok jó néhány zombit és csontvázat az udvarban. De csoszognak jobbra-balra, és látszólag tudomást sem vesznek a jelenlétetekről. Próbáljuk majd kikerülni őket. Egészen addig, amíg bejebb nem léptek, és láttok, a zombik és a csontvázok nagy része tudomást sem vesz rólatok, ahogy haladtok, bejebb nem érdekli őket, hogy itt vagytok. Ugyanakkor láttok két hatalmas, bikafejű testet, ahogy közelít felétek. A testükről darabokban lóg a hús, az állkapcsuk éppen, hogy a helyükön van, és hogy lépdelnek, fekete vért hagynak maguk után. Látszólag alig tartják hatalmas baltáikat, melyek nyomot hagynak a temető udvarában, ahogy lépdelnek felétek. És tudom, hogy ez egy buta kérdés lesz, de fel kell tennem, ő nem a főnökötök, ugye? Nem, én nem tudok róla. Nem, oké. Tudok róla? Hogy ő a főnökünk? Nem. Jó. Szépen lassan közelítenek. Felvenném én azt az acélkesztyűt, az olyan jónak tűnt. Oké. Ők ha így lógnak, akkor ők így ándedek? Csak így? Hát, mivel több helyen kilátszódnak a bordáik, meg húslóg a testükön, meglehetősen. De ezt sose tudhatod a mai fiataloknál. Jó. A szakadt és a szakadt test között nagyon különbségek. Törnándeddel akarod kezdeni az életet? Nem, de ha éppen kéne, legyen kéznél. Oké, mert így felemelik a hatalmas baltáikat, és egyértelműen rátok akarnak támadni, ahogy közeledtek befelé a temetőbe. Ugvej! Mi van? Technikai kérdés, nekem az egyik favored enemy a Minotaur. Oh! Well! 20 damage! Well! Ebben az esetben én leülnék az egyik közeli sírra. Most ez technikailag egy undead, de mit csinál neked a favored enemy? Igazából annyi, hogy Wisdom Survival checkre ad advantage-et, hogy trackeljem a favored enemy-t, meg intelligence checkekre, hogy recalloljak információt, de szóval semmi... Most dobhatsz még a kombat előtt gyorsan egyet a Minotaurról in general, és akkor meglát... És hát valamennyi info csak kiderül róluk. Most függetlenül attól, hogy ándedek, vagy... Hát dobok. Vagy nem. Mert hogy elég lassan közelítenek, van időt gyorsan végig gondolni a helyzetet. És mit mondtam, hogy működik ez? Azt mondja, hogy... Advantage-et kapsz. Advantage-em van, aha. Akkor... Azért csak dobjak már nagyobbat. Nem. Mennyi a totál? Kérlek szépen, az... Mindjárt mondom... Mi ez? Mit dobok valójában ilyenkor? Intelligence-et. Az plusz 3, akkor 10. 10, oké. Okay. Az pont elég. Mielőtt a Minotaurusokról... egy pillanat, ezt csak végigmondom. Mielőtt a Minotaurusokról in general annyit meg tudsz mondani, hogy a fegyver, amit viselnek, az egy hatalmas Great Axe, ami brutális sebzést tud leadni, cserébe nem tudnak többször támadni, mint egy-egy kör. Tudnak rohamozni, hogy ez most az undeadre igaz-e vagy sem, az kérdéses, de hogyha megrohamoznak, akkor fel tudnak lökni, és a szarvaikkal nagyon durva sebzést tudnak okozni, illetve elég sok életpontjuk van. Again, egy undeadnél ez nem tudod, hogy mit jelent tulajdonképpen. Szóval felismerted, hogy ezek valami állatok. Köszönjük. Csak azért, mert ugye van ez a feated, elmondom, hogy a sebzésem mennyi, hogyha eltalálnak. A fegyver, amit forgatnak, egy Great Axe, ami egyébként 2d12 plusz 4 damage-et sebez, hogyha eltalál. Én hátul jövök, ugye? Ez nekem baj. A kezünkben van a lehetőség arra, hogy ők nagyon messze legyenek, és Krasz csak lelövöldözze őket. Akarjuk ezt, vagy mindenképpen szeretne valaki mintegy odaállni melléjük? Én oké vagyok azzal, hogyha Krasz lelövi őket. Nem nagyon van esélyetek arra, hogy most free action-ötök legyen, úgyhogy kombatban vagyunk, és Krasszé lesz az első lépés a kombatban. Nagyon nyomogatom itt a dice-t a chat alatt, hát ha összejön az 50 000. Én kezdek? Igen. És van ilyen kombat nepünk, vagy csak én nem azt látom? Jaj, bocsánat, nem láttam a kentbent. Apple. Cemetery. Abszolút my bad. Grand Cemetery Chapel. Ej, de nem szépek a srácok. Oh, azt hagyjam még, mi lehet odabent? Jó, akkor én szeretném. Én azt fogom csinálni. Hoppá, 2-t is kapott Kaci. Ezzel már 3 segítséged van, Kaci, mert kaptál egyet korábban is. Jézus Mária, mi történik? Ments meg minket. Meg akarják menteni a kampányunkat. Akkor most egyet szeretnék felhasználni az alsóra, vagy hát a jobb oldalira, A bónusz actionből szeretnék felrakni egy Hunter's Markot, ami ugye azt csinálja... Mit csinál ez a second levelen? Én is kaptam egyet. Nem érdekel. Akkor first levelen fogom elkasztolni, ami azt tudja egyébként, hogy ha én eltalálom, akkor egy D6 extra damage. Egy D6 extra. Yep, yep. Igen. És hogyha meghalna, mielőtt lejár ez a spell, ami 1 óráig tart, akkor ingyen bónusz actionből, de ugye a spell elkasztolása nélkül átrakhatom egy másik. Yeah. Úgyhogy ez lesz a bónusz actionom, és akkor felhasználnám az egyik segítségemet, és szeretném is ezt a felmarkoltat meglőni. Ugye a Planar Warrior-hoz nem tudok, mert az is bónusz action, de akkor nézzük meg... Dobjál egyet a önje akkor. Ével. Nézzük meg Sharpshooterrel, úgyhogy -5-öm van a dobásra. Olyat lehet, amilyet Gandalf csinált. Az milyen? Hunternek ad egy kritikán. Ez 14. Oké. El fogod találni, dobj el damage-et. Felhasználtad a segítségét és ugyanannyit dobtál? Uh-huh. Akkor ez 15 damage. Ja, megvárjál, mert a Hunter's Mark. 15? Nem. 19. A Hunter's Mark az csak rád vonatkozik egyébként? Igen. Igen, az csak rád vonatkozik. Sajnos. Nyílvesszőt, és a nyílt felső testéből annak kilógnak a bordái, kilősz egy pár bordát, meg kiszakadnak a testéből, és a bordáival együtt belsőségek is kiesnek a földre, és gőzölgő lila vérrel terítik be a füvet, alattatok. 19, azt mondja, hogy... Oké. Okay. Ahogy... Tényleg 2-t dobtál nekem? Ahogy látod, elég komoly sebet ejtett rajta. És akkor pörri a kör. Ez melyik? A jobb vagy a baloldali, amelyiket üldözted? A jobb? Jobb? Nagyon jó, mert akkor én ide lépnék hozzá, és... Először megpróbálom egy handaxe-szel megütni. Oké. Okay. Az 23. Ezt találni fog, dobjál damage-et. 6. A handaxe a slashing damage még mindig, ugye? Jó. Ahogy odrahansz és levágsz egy darabot a húsából, egy hatalmas szapot így kicsapódik a fűre. Akkor egy másik kézből a Morningstarral. Az viszont bludgeoning, ugye? Szerintem igen. Oké. Okay. Mennyi lesz így az atak? 9. 9? Így megpróbálod megcsapni a Morningstarra, így felemeli a karját, és belecsapódik, és nem okoz semmi sebzést. Akkor még egyszer megpróbálom a handaxe-szel. Oké. Okay. Azt talál, dobjál, de minden. 8. 8 pont. A karjával, amivel visszaverte a csapást, abból így kinyesel egy darabot. És azt mondja, hogy ez 8. Oké. Okay. Ezek akkor olyanok, amiket érdemesebb inkább Morningstarral szétverni, mint levagdosni a húsát? Az majd kiderül. Levágtál belőle egy nagyobb, 2 nagyobb darabot. Krász behorpasztotta a mellkasát gyakorlatilag, és már eléggé megcsapkodtátok. Most már annyira se néz ki jól, mint amennyire ennyire eddig nem nézett ki jól. Bobby, tiéd a kör. Azt hiszem, hogy koncentrálni kell az erőnket, úgyhogy én is lelépek ehhez. Oké. Okay. És Silelach! Fognám magamat. Alright. És hozzáérnék a staffomhoz, ami elkezd világítani a nature energiáktól, és de szeretnék rásomni egyet. Dobj átkod. Vagy kettőt. Akkor az 2D8 plusz 1. 2D8 plusz 1 bludgeoning damage. Az 3 plusz 4. 4. Várjál, plusz 1. Aha, 4. Oké. Ahogy körbeveszed a botot, silal a levegőjével, a te sebességed is megnövekszik, így oda gyakorlatilag teleportálsz elé, és egy hatalmasat belecsapsz a mellkasába, amit így széttörnek a bordája, a húsa kijön, és láthatóan nagyobbat ütöttél a bottal, mint számítottál rá. Úgyhogy ez egy... az egy nagyobb csapás volt. Bonus action? Ja, a bonus action volt a silalám. A silalám az bonus action sajnos. Akkor nincs másod. És akkor ők következnek. A Minotaur így felemeli a pengét, és így meglódítja Bobby felé. Azt mondja, hogy az... Mennyi HP-d van? 38. Most 31. Egy 18-as atakról, ami feltételezem talál. Egy kicsit. Kettő plusz néz, 16 sebzése, egy hatalmas sebet ejt az oldaladon. Egy jó, mély, méretes sebet, onnan ömlik ki a vér. És a másik pedig... Ja, hogy téged bántott? Milyen szomorúan mondja. Jaj, hogy nem az én oldalamat vágták ki éppen. Én aggódom Bobbyért. Oké, most már inkább csak Bibi. A másik Minotaurt nézitek, hogy így kicsit előrehajol, és megindul előre teljes lendületből, és nekivágódik Bobbynak. Azt mondja, hogy ez 16, azt gondolom megvan. Ó, ez kemény lesz. Nagyon kemény ne legyen, mert 15 HP-n maradt. Ez 8 plusz 4, 12, ahogy a szarvaival beléd áll, és mivel lendületből érkezett, ezért még egy extra 2D8 sebződsz, ami még további 8 pont, és lök rajta 10 feet-et, gyakorlatilag nekilökve téged a kerítésének, a temetőnek. És gondolom földön vagy. I'm down. I'm dead. És ugvéjekör. Well... Már ott vagy, akár fel is ránthatnád. A kérdés az, hogy melyiket látja a csapat hasznosabbnak, ha felrántom a haldokló butát, vagy hogyha elkergettem a két idiótát? Ó, hogy te el tudod őket kergetni. Yes, please. Ha legalábbis úgy sejtjük, hogy. Igen. Nagy eséllyel. Szóval melyik most így hirtelen, mert fel tudom húzni egy HP-val? Hát és mi van, ha most elkergeted őket, és majd utána felhúzod? Ez lenne a kérdés, igen. De te bonus actionből tudsz hílelni egyébként, nem? Micsoda? Te tudsz bonus actionből is hílelni, nem? Nem találtam a bonus actionöket, azóta ezt keresem, amióta próbálok kalkulálni vele. Hol látnám egyáltalán, mik a bonus actionjeim? Az actions alatt az van egy ilyen, hogy all, attack, action, és mellett a bonus action. Bonus action. A spiritual weaponömet elő tudom húzni, illetve a healing word. Na, a healing word-del fel tudod még kaparni, hogyha turn on the dance. Nyilván a healing word az nem... De várjál most, hogyha, tehát most nem kell semmi arra specializálódott, tehát én például nem kell semmilyen halott felhúzásra specializálódott dolgot használnom. Nem, Nem. Hanem nem. Csak HP-t kell kiadnom? Csak heal-elned kell. Mert igen. Down vagyok, nem halott. Tehát nem halott. Ebben az esetben tartsd nyomva az E-t, Viktor, mellettem. Ez a lényeg. Először is szeretném... Ja, hogy ez konkrét halottra is jó, és nem csak ilyen félig halott, rosszul halottakra. Oké, szóval először is szeretném feltartani azt a páncélkesztyűt. Nem. Először stabil oldalfekvésbe Bobit. Aztán utána lehet. Stabil oldalfekvésbe estél a kerítés alá, úgyhogy az actionem az a turn undead lenne. Oké. Tehát, hogy rákiabálnék papul a mindkettőre. Mennyi a szé? Oh boy. 14. Sorry bro. 18-ot dobtak. Ők nem mennek sehova. Ebben az esetben viszont elsuttognám Bobinak, hogy minden rendben lesz. De Viktor kapott egy félt az imént. Mindegy, az fél az nem vonatkozik semmire, mert az egyikre saving throw-t kellett dobniuk, arra nem vonatkozik. A healing word-nél meg csak dobnia kell kockát. Jó, tehát akkor egy first level healing word-öt tudok elkasztolni rád, ami nem fog megmenteni semmitől. Szóval az 1d4 plusz 6. Az nem rossz, by the way. Ami 9. 9 pont, oké. 9 pontot gyógyulsz, magadhoz térsz, és lesz köröd. Állok, hogy pedig az előbb működött! Krasd, tiéd a kör. Ajaj. Valamit most már csinálnom kell. Én közben felkelek? Jaj. De nem vagy jól. Hát magadhoz térsz, földön vagy, movementet fel el fog menni, de... Ja. Jó, én azt fogom csinálni, hogy egy kicsit hátrébb fogok lépni ide, és továbbra is megpróbálom meglőni az alsót. Oké, dobjál át. Hol vagy? Sharpshooterrel, úgyhogy -5. És csak hogy ne felejtődjön el, használok egy segítséget. Oké, akkor dobjál előnnyel. Csak hogy ne felejtődjön el. Oké, azt találni fog. 15. Dobjál, de mindjárt. Ez így nem tudom, működik-e. Működik. És ilyen szart dobtam. Well, igen. A D8-od az egy 1-es volt, meg a D6-od is egy 1-es volt. Nice. Nos, ez esetben ez 10 dam. 10 pont. Elesztesz egy nyílvesszőt, hogy beláll a vállába, és csont darabok hullanak ki. Oké. Más mondta, hogy nincs jól. Bajban vagyunk, fiúk. És most ugye, mivel nem kellett felraknom a Hunter's Markot, ezért nem volt még bónusz action-om. Úgyhogy bónusz actionből meg el fogok kasztolni egy... Várjál, azért azt fel tudom most is rakni. Igazából most is fel tudom rakni a Planar Warrior-rel igazából ezt a debuffot arra mobra, mert ez azt mondja, hogy ahhoz 30 feet-en belül kell lennem. Yep. Elvileg a felső az 30 feet-en belül van. Igen, viszont... Az pont 35. A Planar Warrior az önmagában nem damage-el, ugye? Hát nem, az azt csinálja, az úgy működik, hogy választok egy targetet, és legközelebb, amikor meglövöm azt a targetet, akkor minden damage az force damage lesz, és egy extra D8 damage-et elszenved. Oké, de most már ennyire nem megyünk vissza, most kiosztottam. Én nem akarok visszamenni, csak hogy... Tehát, hogy ez azt mondja, hogy choose a creature you see within 30 feet of you, the next time you hit that creature. Szóval, hogy választhatom-e... Hát tehát, hogy most nyilván már... nem akarom most hozzáadni. Ja. De hogy így de a felsőn... Hogy... értem. A felsőn most rajta van a Planar Warrior igazából. Oké. Oké, vágom. Sorry. Jó, akkor pörjé lesz a következő menet. Akkor én a mellettem lévőt azt továbbra is megpróbálom. Igen, közben megnéztük, hogy a Morningstar az piercing. Az piercing? Ó, wow. Ja, elég az... nagy hülyeség. Akkor sorry. Hát, tennikelek nem, mert... Jó, igen, értem, de hogy közben meg nem értem. Vágom, jó. Akkor először egy handaxe-el megpróbálom megütni. Oké. Azt találni fog, dobja a damage-on. 7. 7. 7 damage a handaxe-el, így kivágsz még darabokat a húsából, amik elkezdik felégetni a talajt maguk alatt. És már nem sok anyag tartja egyben ezt a minotaurt. Akkor most megpróbálom a Morningstarral. Oké. Az 9. Az nem fogja eltalálni, hogy megpróbálod megcsapni, így oldalra lép egyet, és így elmegy előtt a levegőben a Morningstar feje. Akkor ismét megpróbálom a handexet. Azt talán dobjál, de... 20. És akkor szeretném a segítséget felhasználni a damage-hez. Azt nem tudsz a damage-hez felhasználni. Oké. A attack-ról tudsz felhasználni. Úgyhogy dobjál egy D6-at újra. Jó, sorry. Nem lehetett rosszul. 11. Ahogy a Morningstar elmegy a levegőben, utána kapsz és beleállítod a handexet a melkasába, amitől itt téttörik a formája, és így hátradől és szétesik a fűben, és elkezd gőzölni a hullája, és felégetni a füvet maga körül. Én szeretnék elhasználni egy action surge-öt, ami azt jelenti, hogy lehet még egy action-om, vagyis az még 2 attack. Azt hiszem, igen. Mert az attackom 2. Igen. Ja. Várjál, nem, azt kell megnéznem, hogy az action surge egy teljes action-t ad-e, vagy egy attackot ad-e? Teljes action-t. Teljes action-t? Akkor igen. Van akkor... additional action. Akkor jó. Igen. Akkor még 2 támadhatsz. Jó, akkor először egy handaxe-el. Az 16. Az megvan, dobjál damage-en. Oké. Az 11. 11. Beleállítod a hasába, kihúzod, és a rohadt bele így elkezdenek kifolyni. És akkor jövök a Morningstarra, viszont akkor most felhasználom a segítséget. Oké. Akkor dobjál előnye. Oké, azt talál. Dobjál damage-on. Oké. Az 6. 6 pont. Ilyet, és ott hagyod a nyomát a Morningstarnak, hogy kihúzott belőle a tüskéket, és vér jön velük. Bobby a kör. Én úgy... bocsánat, meghalt az alsó? Nagyon igen. Jó. Én úgy ítélem meg, hogy itt ezekkel a fiúkkal, lányokkal már minden rendben lesz. Úgyhogy... Úgyhogy én szeretnék... Érintsd meg magad! Szeretnék egy... Egy second level Cure Wounds-ot elkasztolni. Az 2d8 plusz 4-et fog rajtam gyógyítani. Oké, dobjad. Szeretném, de eltűnt a dobó dolog. Ja, rossz helyen nézem. Oh boy! Gyönyörű, az 6. So sad. Ez so sad, nem barátaimmal kockáj, de mindegy, 15 HP-ra visszamentem, és bónusz actionből egy hidden step-et szeretnék. A hidden step az mit csinál? A hidden step az azt csinálja, hogy a következő, tehát hogy ebben nem, ez a bónusz action, a következő körömig láthatatlan vagyok. Oké. Bobby alakja így eltűnik a ködben. És arrébb mozognék ide. Oké. És a minotaurok jönnek, vagy hát az egy megmaradt minotaur, ez 40 feet. Az ugye? Baj, ugye? Bocsi! Na most, ezek mennyire intelligens? Nem nagyon. Nincs ennyi esze. Jó, akkor csak pörit fogja próbálni ütlegelni. Felemeli a baltáját, és megpróbál rácsapni egyet pörire. Az nem volt egy nagyon jó atakról. 14-et dobott. Yes, 15! Oké. Ahogy megemeli a baltát, és megpróbál rácsapni pörire, egy pöri feltartja a pengéjét, és éppen, hogy sikerül ellenállni a csapásnak, és lehúzni a pengéket a földre. És ugvéj a kör. Ha, ez volt. Ebben az esetben, amivel kezdenék, és elmélet, igen, szóval először is megidézném a spiritual weaponomet. Oké, egy darab spiritual weapon. A serpenyő. A serpenyő, és aztán bonus actionből megütném vele. Oké. Okay. Viktor, elolvastam, mik a bonus actionjeik, innentől mindenki retteghet. Dobj egy attack-rollt. Az bludgeoning damage-el, ugye? Ami sajnos egy fél. Mert mennyi volt az attack-roll? Hát kiválasztották azt, hogy fél, szóval, hogy... Igen. Ja, jó. Ez egy... Megjelenik a serpenyő. Jó, eddig tartott. Kering egy picit, nézelődik. Jó, az a serpenyő attól még van. Jó, hát még van egy action egyébként, mert hogy az bónusz action lehívni és támadni vele. Ez mind a kettő bónusz action, de mind a kettőt megcsinálhatom? Igen, mind a kettőt megcsinálhatod egy körben. Ezt 600-szor néztem utána ennek. Oké, jó, nekem ez tök jó. Várjál, volt egy csomó klerikám, és ennél mindig szóba jött, hogy most egy körön belül tudom bónusz actionben, és 20-szor néztem utána. Az a helyzet, hogy ebben az esetben olyan eszeveszettő sok minden hasznosat nem tudok csinálni. Úgyhogy oda kocognék, azt megütném. Oké, dobj egyet a kront. Az találni fog, dobj a damage-et. 12-18, és akkor a damage az pedig... Az 3-6. És ez egy bludgeoning damage? Mert hogy hát ez van. Egy buzogány. Buzogányod szóval... van. Oké. Okay. Ja, hol kéne olvasnom, mert a nócnál annyit ír, hogy simple. Ha ráklikkolsz a fegyverre, akkor kiírja milyen... Ráklikkolok a fegyverre. Damage type, bludgeoning, yeah. Oké. Okay. Ahogy hozzácsapod a fegyveredet, így csontok darabjai kitörnek a testéből, és láthatóan többet sebeztél vele, mint számítottál volna egy buzogány támadástól. Krazzi a kör. Meghalt az alsó? Meghalt az alsó. Akkor bonus actionből átraknám erre a Hunter's Markot. Alrighty. Viki valami olyat csinált, mint te szoktál, csak közelről. Sok picit csináltam. Ő általában ilyen egy nagyot szokott. Ez mennyi lesz? Ez csak 5, úgyhogy ez nem talál. Kilövöd a nyilvesszőt, ami van még egy előnyöd. Nem az, de hogy van egyébként extra attackom beépítve, de azt eddig soha nem használtam. Tényleg, nem használod a második attackodat, jó ember? Akkor dobjál még egyet. Az mennyi lesz? 9, az se lesz meg. 9? Ahogy így elreszted a nyilvesszőt, nem kapott elég lendületet, és a minotaur csak így vérre löki a nyilvesszőt, eltűnik a sötétben. Akkor pörri a kör. Akkor először megpróbálom megütni a handaxe-el. Atak. 14. Az elég lesz, dobjál damage-et. Jó. Dobjál damage-et. 9. 9 pont. Látsz belőle még egy nagyobb darabot, és ezen a ponton látod, hogy már elég sok hús hiányzik a testéről. A csontjaiból is kivettetek párat, és meg van rogyva. Valószínűleg nem sokat bír. Akkor ezzel a Morningstarral hát ha megtalálok. 18. Találod, de damage-et. 7. 7 pont. További darabokat így kiütsz a csontjaiból. Még él. Nincs a halálkapujában, de nagyon szorul néznek ki. Akkor még egyszer a Handex-szel megütöm. Dobjál egyet, akkor. Meg így állok mellett. Oké, dobjál, de minket. 8. További 8 pont. Azt mondja, hogy az... Igen. Most már nagyon megmarodva kezd ezeknél létsz. Még egy-két nagyobb ütés kell még neki. Here comes Uxway! És gyönyörű, ahol van még ütése, bocsánat, semmi nem mondtam. Nincs, bonus actionban mozoghatok? Az nem de, action, mozoghatsz, de meg fog de akkor kapnak kompot. Jó, akkor nem. Oké. Okay. Bobby, tiéd a kör. Bobby? Igen, azon gondolkozom, hogy mi az, amit tudok csinálni. Okay. Én magamra gyógyítok még egyet. Level 1-es Cure Wounds. Okay. Te nem picit kaptál egyébként ennek a harcnak az elején. Nem. Rólam leszettek 30-at egy kör alatt. Valami 30-valahányat. Ja. Hát 30, de 30 HP-n volt még. Köszönés helyett. Köszönés helyett, igen. Mert nem lehetett elüldözni normálisan. Úgyhogy én most már látható vagyok egyébként. Igen. Az nagyon jó. Remekül megy a healing. Ó, Istenem, neked ezek a hílek nem jönnek össze. A hílek nem, de hát nem is az a lényeg. 3-szor dobott egyet már. Igen. És van valami bonus actionod még ezután? Lenne, de nem hasznos. Okay. Akkor jön a Minotaur, aki meg fogja próbálni ismét megütni Pörrit. Ez egy 10. Megpróbáltam melléd állni. 17. Akkor az el fog találni ezeknek. Az 11 pont sebzése, hogy így sikerül átütni a páncélodon, és egy hatalmas vágást ejt a testeden, miközben csikorognak a páncélod maradványai. És UV a kör. Ha én most jövök... Én vagyok, hogyha beleütsz, akkor jók vagyunk. De az van, hogy megölni meg tudjuk így is, úgy is. Mert mint, hogy érted, tehát, hogy most vagy ütöm én is, vagy meghílellek téged. Nem kell, hogy meghílelj. Bonus actionből meg tudod ütni mindenképp a... Jó, de mert igen, tehát oké. Igen, ez true egyébként, de akkor az sem valószínűleg, hogy megütöm csak úgy is, és aztán bonus actionből megütöm jobban. Igen, az. Ja, valószínűleg. Akkor először is. Az 12. Az pont talál, dobjál damage-on. Oké. Ez melyik fegyver? Ez a sima buzogányom. Oké. Az akkor 6. 6 pont. Oké. Hogy akarod csinálni? Vel a serpenyőmmel szeretném csinálni. Oké, akkor így beteg tímelitek serpenyővel, így rácsapsz egyet előről, és a serpenyő így hátul, hogy ting, leüti a fejét, hogy így elgurul a fűben, a test szétesik, és Last hit boy. És kérnék egy fél pillanat szünetet, mert el szeretnék menni pisilni. 8 óra van, úgyhogy megtarthatjuk most a szünetet. Szétterülnek. Hát ne tartsunk nagy szünetet, majd úgyis csak egy órát játszhatunk még. Ja, tényleg. Úgyhogy akkor gyorsan pisi szünet, és akkor jó. Innen folytatjuk. Adom. Addig... Addig akkor mindjárt jövünk egy perc. Laci, mi a... akkor az mennyi? Az meg... Elméletileg visszatértünk. Haláleset. Ja, beszélek. Ja, meghalt a... Egy kicsit az internet, aztán az OBS meg teljesen. Úgyhogy, de visszatértünk, úgyhogy most már minden rendben, bocsánat. Elment piselni. Már megint Sanyi! Azt akartam mondani egyébként, úgy, ha már makrókat csináltok, hogy benne legyen az attackról is a makróban, és akkor egyszerre kidobod az attackot meg a damage-et. Aztán, hogyha nem talál a támadás, akkor maximum szólok, hogy nem talált, de hogy ezzel így fel lehet pörgetni a ezeket. Én nem akarom felpörgetni, én úgy szerettem kidobni külön az attackon. Ahogy gondolod, csak szólok, hogy ez is egy opció. Nos, ahogy kicsit elült a köd, az élőholtak, akiket láttatok a temetőben, azok továbbra sem foglalkoznak veletek. Nem érdekli őket, hogy mi történik. Csak így csoszognak a temetőben, látszólag világtalanul. Ahogy szétnéztek, látjátok magatok előtt a kápolnát, és egy kanyarú. Én nem hallom Huntert. Okay. Keresztül már ezen a... Ja, néha megakad Hunter. Ó, bocsánat, ez my bad. Nem, akkor... ez a Discord. Ja, Discord meg amúgy le is némítottam magam véletlenül. Igen. Szóval... Szerintem menjünk közel. Láttok magatok előtt egy kápolnát, és láttok egy kanyarodó földutat. Ez az, amelyikben a fényből fény jön, ugye? Ahogy beljebb léptetek a temetőbe, látjátok, hogy a fény nem magából az épületből jött, hanem valahonnan mögüle. Először menjünk be a kápolnába, és aztán derítsük fel a fénynek a forrását. Én adom. Besétálni, hogy ne az legyen, hogy amikor már bementünk a kápolnába, akkor hirtelen az ajtón beözönlenek dolgok, és bent ragadunk. Én ezt is adom. Megtennéd, hogy hozzám érsz úgy, ahogy csak te tudsz hozzám érni? Mennyire érjek hozzád? 18-nyira. Meg. Megpróbáljam a tűzzel beforrasztani a sebeidet? Köszönöm, van annyi felesleges. Azt annyira nem, de köszönöm szépen a felajánlást. Egy 18 centire lenne szükségem. Jó, akkor szerintem az egy second level Cure Wounds formájában fogom megpróbálni, ja. Ezt kapod, oszd be. Ami 8 plusz, az 15. Ez tökéletes, olyan. Köszönöm szépen. Egy picit engem is megfogadhatna valaki. Nem kell sokat, csak egy kicsikét. Nem kell olyan mélyen, mint őt, csak 2/3 olyan mélyen. 2/3 olyan mélyen. Igenis. Well, az a helyzet, hogy ezt lehet, hogy érintés nélkül is meg tudnám csinálni, de nem fogom. De akkor lehet érintés nélkül. Érted, lehetne. Covid meg minden. Ja. No. Elturelnek 1001 problémája van jelenleg. Covid-8 van. 10 HP-t töltsél magadon. Nice, köszönöm. De egyébként short restre is van ilyenkor lehetőségetek, csak mondom, mert... Most már mindenkit meghíváltam, az még jobb lenne egyébként, hogyha short restelnénk. Mert 6 darab hiddájatok van. Most nyilván akkor egy órára le kéne pihennetek egy élőholtaktól hemzsegő temetőben. Engem nem zavarnak annyira. Jó. Én se szeretnék, de ha több, tehát ti szeretnétek, akkor lepihenhetünk, persze. Én nagyon közel voltam a halálhoz, úgyhogy én igazából nem bánnám, hogyha leülhetnék és falatozhatnék valamit, meg esetleg jó, hát úgy látom, hogy állóék is éhesek. Aztán toljunk egy short restet. Hát mi lehet a legrosszabb? Hogy a zombik is éhesek. Az, hogy tele van mindennel. Jó, hát építek majd csapdát. Jó. Itt? Jó. Csapdát. Nézzél be, telepatikusan, hogy az ajtó túlol bele. Jó, telepatikusan akkor benézek az ajtón. Várjatok. Berúgtam akkor az ajtót. Nem, várjál. Mielőtt berúgod az ajtót. Nagyon hirtelen csináltok dolgokat. Várjatok egy picit. Akkor az a végső döntés, hogy a kápolna felé tartatok? Mert akkor elmondok infókat. Mielőtt ajtókat. Igen. Igen. Hát menjünk haza, aztán nézzék körbe, de hogy... A város kiszakadása láthatóan komoly nyomokat hagyott az egykor gyönyörű kápolnán. Majdnem minden rózsaablak kitört. A főajtó keresztbe áll az átjáróban. És amit láttok magatok előtt egyébként, ahogy megközelítitek ezt a kis terasszerűséget, ez fehér márványból készült, amit jelenleg vörös vér és 20 cafatok csúfítanak el, oszlopok díszítik azt minden irányból, és az oszlopokba különböző alakok képeit vésték. A befelé vezető ajtó egyébként egy sötét mahagóni fából készült. Én meggondoltam magam. És mi volt az álláspontod, és mi lett az álláspontod? Nem tetszik, úgyhogy én nem akarok bemenni, úgyhogy valaki menjen be más. Oké, Kraz, szeretnél össze körbenézni a telken? Én előbb körbenéznék, de... Nagyszerű, nézzünk körbe először. Jól van, én leültem már, és etetem az állatokat, meg magamat. Én segítek Kraznak körbenézni. Oké, ti ketten körbenéztek. Split the party. De úgy körbenézzünk, hogy... Ahogy... mentek le a kis kanyarodó úton. Mizu. Tök szerint baj. Ott egy token. Ja, hát beláttok a rózsablakon. A sötétben lépkedve nagyobb alakokat láttok odabentről. És ahogy léptek tovább, láttok egy kis melléképületet ennek a kápolnának, illetve látjátok, ahogy egy hatalmas kráter van az udvarban, ahonnan tör fel ez a lila gőzölgő köd, amit láttatok kintről. Ott egy hatalmas lila fráter. Megnézhetem? De Krazi, nem akarok belátni az ablakokon! Az lenne a kérdésem, hogy én tudok erről a ködről bármit? Tehát ha így ránézek, így tudok valamit csekkolni, megnézni. Érted? Tehát, hogy lehetek okosabb a köddel kapcsolatban, vagy nem? Hát, ahogy odalépsz, vagy hát oda nézel távolból, annyit meg tudsz állapítani, vagy annyit látsz, hogy egy nagyon-nagyon sűrű lila köd van ott, és nem is látod, hogy milyen mély ez a gödör, amiből előtör, mert annyira hát sűrű, hogy nem látsz át. Nem dobok belekövet, nem ez egy nagyon hülye ötlet, nem dobok belekövet. Megpróbálhatod, dobhatsz egy, arcana checket maximum arra, hogy valamit kiderítse erről a ködről. Jó, szeretnék valamit megpróbálni kideríteni a ködről. 12. Oké. Okay. Ez köd. Lila. Ahogy figyeled a ködöt, látod, hogy pulzál egy picit. Nagyon halványan. És ahogy vizsgálod a ködöt, és felnézel az égre, azt látod, hogy a kompanion villámjainak ritmusára pulzál a köd. Ó. Ezt elmondom Kraznak. Lehetőleg szó szerint így, hogy ne legyen félretájékoztatás. Oké. Okay. Érdekes. Majd mondjuk el a többieknek, akik okosabbak. Obi? Ja, tényleg. Várjál. Én minden esetre... Tudjuk, hogy ez itt van. Engem kicsit nyomasztanak azok az árnyak, amiket láttunk az ablakon belülről, úgyhogy én halkan és óvatosan vissza somfordálnék a többiekhez. Ugyanúgy. Mizu? Lábújhegyen. Hátul lila köd pulzál, mint fönt a... Mi? Én is egy kicsit buta vagyok így ránézve a statjaimra. Már. Szóval, hátul pulzáló lila köd, úgy pulzál, mint fönt a companion dolog, bent a sötétben pedig böszmenagy dolgok mozognak. És a pályát. És láttatok egy melléképületet. Ó, ja, és van egy melléképület. Miért nem csináltunk semmit a melléképülettel? Hát én mondjuk azt megnézném. Hát inkább, mint bent. De hogy akár le is ülhetnénk short restelni. Tök nagyok, nem biztos, hogy kiférnek az ajtón. De mi van, hogyha nincs semmi a... Tehát most itt a kert, ez tele van. Mégiscsak azért zombikkal, akkor is, hogyha nem foglalkoznak velünk. Mi lenne, hogyha megnéznénk azt a melléképületet, és ott berendezkednénk egy picit. Jó? Gyere, Bobby, te is. Nézzétek be az ablakon. Oh, Jesus Christ. Yes. Jó, de hát ennyit már megcsináltunk. Belefér még egyszer. Bár én odafordulok a macskához, és megkérdezem, hogy van-e kedve körbenézni helyettem, és elmondani, hogy majd mit csinál, vagy hogy mi van itt. Macskám? Nem, most bemegyünk ide. Hát ez nem egy macska. A tresszim, tudom, de hogy a tresszim az... Várjál, meg kell néznem valamit a tresszimekről. Nem tudom, hogy milyen az a lány, hogy ezt... Mindeközben Ugvei, kérlek, készítsd a lábad. Oké, szóval így mondod a tresszimnek, hogy mit szeretnél, és így nézd rád, hogy... Semmi baj, szívem. Megértem. Igazából gyere, ez az Bobby, én felelősségem. Jól van, a mókust azt felteszem állónak a hátára. A tresszim az követ minket, és elindulunk, de nincs kedvem tovább. Meg sem. Egyébként itt van Lulu is még mindig, csak Lulu az... Tényleg, Lulu, ahogy, tök ráfelejtettem. Igen, ahogy jöttök Luluval egyébként. Lulu, mióta ideértetek a kapuhoz, ő azóta egy vacog, és nagyon nem élvezi ezt a helyet. Lulu, mi a baj? Igen. Lulu, teljesen megértelek. Nem kérdeztünk semmit tőled, mióta itt vagyunk, de mesélj, hogy érzed magad. Halott dolgok, nem szeretem. Nem, mi sem. Ennél bővebben? Csak nem szeretem. És nem rémlik valami erről a helyről? Gondolkozok egy picit. Nem emlékszem. Szóljál majd mindenképpen, hogyha valami ismerőset látsz. Gondolom, jó. Ti is érzitek, hogy ez sikertelen sidequest. Lulu, szerinted jó lesz, hogyha bemegyünk ebbe az épületbe? Tudom. Okay. Én megpróbálnék benyitni. Okay. Menjen a tank előre. Én megpróbálnék benyitni. Oké, okay. Kinyitod az ajtót. Látsz egy nagyon szépen berendezett dolgozószobát. Oh, egy síróasztal, gyertya, egy ágy, kis láda, és az asztal mögött látok egy sötétbőrű alakot, egy sötétbőrű magas, vékony alakot, aki egy könyvbe írogat. A nagyjatoknak ilyen futóan lehet ismerős, de Kraz nagyon is tudja, hogy ki ez. Gideon Lightward, aki egyrészt őt ide kísérte még a kalandunk legeslegelején, és részt vett a tanácson, mielőtt kiküldtek benneteket az Elturel körüli erdőbe. És a Hellridernek egy magasrangú papja volt. Gideon. Kraz. Kiáltok rá. Mit csinálsz te itt? Nos, az úr munkáját végzem. És miért nem zárod az ajtót? Mitől kellene tartanom? Ó, üssük agyon, hát nem fél. A rengeteg halottól, aki itt mászkál a környéken? Ők engem nem fognak bántani. Én úgy érzem, mint bocsánat, de ettől az embertől kiráz a hideg, úgyhogy én egy kicsit távolabb megyek kintre. Oké. Okay. Mutatok róla egyébként képet. Ja, az mindenképpen jót tenni. Motherfucker. Mármint nem úgy értem, hogy fekete, csak... Tisztázzuk a helyzetet. Igen. Neked ez így oké? Hogy itt így a város lekerült a pokolba? Az, hogy a város ide került, az... A szent küldetésünk egy nem kellemes, de fontos darabja. Mi a szent küldetésetek? Nekem az a feladatom, hogy leszámoljak a démonokkal. És ebben jelenleg nagy segítségemre vannak a barátaim. A démonok? A démonokkal szeretnék leszámolni. Számolnak le a démonokkal? Nos, élőholtak, ördögök, akiket be tudok sorozni. Esetleg ti is a segítségemre lehettek. Miért vagytok itt? Krazis, miért hoztad ide ezeket az embereket? Hát... mi próbáljuk, miután a város eltűnt, mi próbáljuk a túlélőket kimenteni innen. Ez túlzás, mert ott hagytunk 100-at, de... Az egész város tervezzük kimenteni a túlélőkkel együtt. Szóval... Dicséretes. Dicséretes. De mit fog segíteni nektek az, hogyha a város visszakerül a helyére, és a démonok káosza majd elemészti a világotokat? Tisztázzuk. De valamit biztos tehetünk. Te azt gondoltad, hogy a démonokat sokkal könnyebb kiűzni úgy, hogy lehozod az alvilágba a várost, és arra vársz, hogy mindenféle itt tanyázó gonosz lények kiírtsák a démonokat, hogy utána visszavigyük a várost? Fentre? Az én feladatom csak az, hogy kövessem az úrnőm parancsait, és megszabaduljak annyi démontól menet közben, amennyitől csak lehetséges. Bocsánat, visszafutok be, így elé állok, magasodok, tornyosodok, és akkor nektek köszönhetjük azt, hogy most itt van ez a város? Bobby, nekem nyugalom. Kis részem volt benne. Csak így megfognám a vállát. De részed volt Bobby. Benne? Bobby, nyugi. Én megütnám. Nincs szándékomban hazudni. Két kérdésem van. Az egyik Megfogom a nyakát. A nyakánál Bobby. A ruháját, és így nekitolom a falnak, és megemelem egy picit. Dobj egy athletics checket. Én még mindig patyogatnám Bobby vállát, hogy kicsit nyugodjál meg egy pillanatra. Szerintetek ő tudna segíteni 19. a várost? Oké. Ahogy így megfogod a grabancát, és felemeled. Így azt látod, hogy a szemei, a vörös szemei hirtelen így szürkére váltanak. Egy lila köt száll fel a szemeiből. Dobjál egy konszévet, Bobby. Jézus. A 9. A buta átállt. Ahogy... elkezd rád nézni a szemeivel. Hirtelen érzed, hogy a fejed eszméletlenül fáj, elkezdnek vérezni a füleid, nem látsz magad előtt semmit, így minden zsizsikessé válik. 31 pont sebzés szenvedsz el. Illetve bocsánat. Szóval azt akartam mondani, hogy az nem kevés. Szóval javasolnám, hogy... tegyél le, mielőtt ez kellemetlenebbé válik. Megkérdezhetem, hogy ki az úrnőd? Az egyetlen úrnő, aki számít ezen a helyen. Nem vagyunk erre valók, az kicsoda. Zariálti tudatlan zsoldosok. Wild shape. Oké. Full blown combatba megyünk? Én nem. Mert erre ő revagálni fog. Azt mondja, én nem. Én az a helyzet, hogy én igen. Tehát, hogy ez nekem nem fekszik az, amit ezt csinál. Wild Shape, Dire Wolf. És nem támadok. vágod ugye, csak hogy rád nézett és 30. Dobjál. Jó, egy... nem engedjük, hogy ránézzen a szemecskékkel. Dobjál egy intimidation checken. Na, örömmel jelentem, hogy most már végre nem egyet vagy kettőt dobott nekem. 19. 19? Oké. Okay. Hogy így vicsorogsz rá, és próbálsz olyan fenyegetőnek tűnni, amennyire csak lehetséges. Rád néz. Számunkra van itt egy gyümölcsözővé válható megállapodás. Ha végtelenül szeretnétek ezt a semmibe dobni, hát legyen, ő fog meghalni először, és így mutat Bobira. Ettől függetlenül egyébként azért a kérdés meg lenne, hogy megint egy buta kérdés, de hogy tudsz segíteni nekünk visszarakni a várost fentre? Nem. Jó, akkor ez eldöntetett. Nem tervezitek visszarakni, miután a démonok kiirtódtak? Nem kerülhet visszarakni? Drágáim. Én csak azon gondolkodtam, hogy van-e itt valami mélyebb dolog, ahogy látom, egyszerűen csak becik vagytok. Ez a város egy helyre megy. A Stix folyóba, honnan hatalmas hordányi seregként fog feltámadni ez a rengeteg ember, és a démonok elleni háborunkat fogják szolgálni. Nekem ez kezd egyre egyértelműbbé válni, itt hogy Mizu. Oké, én megmutatnám neki a pajzsot, hogy őt ismered? Lehet, de úgy vélem, a tárgyalásunk ideje véget ért. Yes. Á, gyerek. Lépés joga. Á, gyerekek. Ajaj. Mit akarsz tőlünk? Razzian. Milyen messzire tudok elfutni? Nincs annyira sok slotom, de nem baj, fun lesz. Misty Steppel el tudnék? Aha. Jó, hát... Én úgy érzem, hogy... Mindegy. Kaptál egy kritikát. Felrakom a Hunter. Oké. Okay. És... Bobira. Kilépnék ide. Oké. Okay. És... meglőném csak... simán. Ó, oda. Azt találni fog, dobja. A védelme nem túl erős. Ja, nem. Nem ennyi. Hanem... mit dobtam? Hanem damage-ról. 8. 8. Az egész? Ja, nem, meg Hunter's Mark. Ja. Akkor 10. Oké. Okay. Előhúzza egy nyilvesszőt, és beleleszed a testébe, így belefúródik annyira, hogy vérbudjanjon a sebből, de nem ment olyan mélyre, mint hitted volna. És így ting, kiesik a nyilvessző a padlóra. Halló? Lesznek gondok, azt mondod? Halló? Kellett volna pihenni. Oké, szóval... Én pihentem. Nem pihentem? Nekem az a filozófiám, hogy én nem szeretem megölni a karaktereimet, éppen ezért szoktam jelezni, hogyha olyan helyzetben vagytok, ami veszélyes. Ez a helyzet veszélyes. Megnyerhetitek a fightot, de legyetek kurva ügyesek. Harért nem voltatok hajlandóak beszélgetni vele? Voltunk, addig beszélgettünk, ameddig ő azt nem mondta, hogy nem beszélgetünk tovább. Teljesen a végéig beszélgettünk. Ezzel nem jöttünk volna. Én nem vagyok hajlandó egy ilyen gecivel együttműködni. Én sem mehetek el. Tehát mint a karakterem, nem mehetek el mellette. Ti döntésetek. abszolút a ti döntésetek, csak szoktam jelezni. Főleg onnantól, hogy Bobby beleállt. Ha gond van. Jó. Kraz letolt a körét. Ugvél kör. Na, én nekem egy kérdésem lenne kapásból. Mi a helyzet a spiritual weaponömmel? A spiritual weaponöd meddig van fenn egyébként? Yes, ez a kérdés. Nem, milyen alignmentem van? Ja, mondjad még gyorsan, még nem történt semmi. Hát, 2 attakom van. Ja, akkor lőjed második tén. Ami egy nat egy. 1 atakod van, nem? Úgyhogy elmegy a... Mit akartam mondani, Viktor? Egy percig van fenn a split. Úgyhogy már nincs itt. Ja. Oké, akkor ebben az esetben először megérinteném Bobit úgy, ahogy még senki talán soha. Ez egy third level cure wound lenne. Nem, köszönöm szépen, mert nekem, kell, ahogy átváltoztam, visszatöltött maximumra a HP-n. Igen, most nem tudnád őt. Oké, akkor most nem érintem meg legkevésbé sem. Szólok majd, mert vissza fogok változni. Jó, akkor viszont várjál, mert akkor az fog jönni. Ja, és szeretnék szólni, hogy egyébként a flanking bónuszotok van, hogyha beflankelik. Jó, én valószínűleg akkor ez ütlegelés, tehát hogy most nem tudok semmi hasznosabbat csinálni hirtelen. Bár őként tudnék krétálni vizet. Kaptam egy hátrányt, érted? Szóval szerintem az helyzet, hogy megölnek minket. Szóval rajtuk én hajlandó vagyok most azt mondani, hogy a chatnek a pontjain nem számítanak, de akkor se az előny, se a hátrány, se semmi. Nem, hát ezért van berakva, hogy... Jó. Szerintem ez be van rakva. Jó, jó, akkor ebben az esetben... is van még egy, nem? Micsoda? A fail? Fail, nem, azt kijátszottuk az előzőben. Igen. Ja, jó. Volt egy ütésem, ami elfélelt. Jó, akkor... Szóval Bobby, te nálad most az a helyzet, hogyha téged megölnek ebben a formában... Csak kiesik belőle. Akkor kiesem. És mennyi HP-ra fogsz visszaesni? Annyira, amennyi volt neki eredetileg. Annyira, amennyire volt. Okay, azt hiszem, hogy 1d8-at tudok gyógyulni visszaváltozásnál, nem? Igen, nem tudom. Nem ismerem a druid feature-okat olyan nagyon, de úgy tudom, hogy alapból csak az fog történni, hogy visszaállsz az eredeti HP-ra, ami azt tudom, hogy ha azért változom vissza, mert elfogy a HP-m a átváltozott formában, akkor az amennyivel kevesebb, amennyivel többet ütött rám, mint amennyi HP-n volt, az lejön a karakteremből. Yeah. De legjobb tudomásom szerint a Wild Shape után, de ennek most utána is nézek. Nem, a Wild Shape-nél semmi más nincs. Ha leütik az állatformádat, akkor abban a akkor ugyanannyi HP-d marad, mint amennyi volt, mielőtt átalakultál. Jó, akkor most, igyekszem melletted maradni, de gyorsan megkíleljelek. Van valami extra feature-öd, ami híleli az alapformádat, ha kiesel az állatformából, azt én nem tudom, annyira nem ismerem a druidot. Jó, én ezt valahol olvastam, nem emlékszem rá, de valami miatt ez rémlik, utána fogok nézni, miközben történnek a dolgok. A Krugvé. Ebben az esetben... When you're transformed by Wild Shape, you can use a bonus action to expend 1 spell slot to regain 1d8 hit points per level of the spell slot expended. Oké, szóval akkor most nem fogok tudni semmi más hasznosat csinálni. Megsomom buzogánnyal, aztán lehívom a spiritual weapont, és megsomom azzal is. Ja. Ebben a sorrendben. Vikinek is van egy segítsége, és nekem is van egy segítségem, köszi Ferho. Talán fog, dobjál, de mincsod. És Kati adott Vikinek. Akkor az 6. Az milyen? A te fegyvered az sima, vagy az +1-es, vagy van valami... Ez egy +1-es buzagány. Az +1-es, oké. Az számít. Ahogy így rácsapsz a buzagánnyal, mennyi lett a teljes damage? 6. Rácsapsz a buzogánnyal. Ugyan Kraz nyilvesszője nem fúródott elég mélyre, de a buzogány elég nagyot csap rajta, amennyit kell. Nagyon jó. Azt mondja, hogy az... Oké. Okay. Akkor folytatnám a Spiritual Weapon-ömmel. Oké, okay, dobjál állatokat a Spiritual Weapon-ömre. 11 plusz... Egy pillanat is mondom, csak ezt nem tudom. Találni fog, mert 11 az acél. Dobjál damage-et. Oké, okay, ja, az még plusz, oké. Okay. Akkor az viszont 1d8... Jaj, kidobhattam volna izéből, na mindegy, szóval... 2 plusz... Akkor ez 5 összesen. Az milyen damage egyébként a serpenyődé? Miért mondom... Halvány elképzelésem sincs. Ja, és Klasznak van egy kritikája. Spiritual weapon... force damage, oké. Okay. Ahogy így megcsapja a serpenyő, kicsit előre bukik a feje. És... Bobby lesz a kör. Egy másodperc, mert én ugye piercinget ütök. Bocsánat, tudtál maradandót sebezni rajta? Igen. Nem, az biztos, hogy a spiritual weaponömmel, de az is megalázó volt, úgyhogy morálisan rosszabbul van. De a buzogányom igen. A plusz egyes buzogányom az szarul, az ütötte. A te szinteden már azt hiszem van egy olyan feature, hogy ha állatformában vagy, akkor az Magic Weaponnek számít. Igen. Ja. Oké. Okay. Úgyhogy szeretném ezt kihasználni, mint egy 6th level druid, és megtámadom. Dobjál. Ez megvan, az 20. Az 20, talán dobjál, de mindjárt. Az 2d6... 2d6 plusz 3. Jaj. Imádom ezt a csetet. Az 15. Okay, az 15. 15 pont. Nagyon szép. 15, és szeretnék kérni egy strength checket. Oké. Okay. Ez egy nat 1. Akkor bizony földre kerül. Oké. Okay. Ez azt jelenti, hogy aki mellette áll milliben, az előnnyel fog dobni, Kraz hátulról range-et, de hátránnyal fog dobni. Aha, de addigra ő jön, azt hiszem, úgyhogy... Yeah. Fel fog állni. Jó, akkor ez 15. Oké. Okay. End of the day. Más atakod nincs? Nincs, ez egy atakos, egy trükkös póni. Így csapsz rajta egy hatalmasat, ami így felfedi a ruhája alatt kitüremkedő bordáit és húsát. Valószínűleg Gideon sem teljesen ember már. És ahogy földre kerül, így kifolyik a fekete vére a kőre. És pörje a kör. Ó, te viszont előnnyel végig. Oda mehetsz, azt... Ja, te előnnyel ütlegeled. Ha körben nézek, igen? Ki milyen állapotban van? Nézd, Bobby, hogy van? Meg. Az állat formájában teljesen jól van. 37 HP-val minden a legnagyobb rendben van. És hogyha Bobbyt visszaváltozásra kényszeríti, akkor hogy lesz Bobby? Nagyon szarul. Nagyon szarul. Egészen pontosan 3 HP-n. Az nagyon hirtelen, nagyon rossz lesz. Azt jól sejtem, hogy Kraz érintetlen. Érinthetetlen. Hát érintetlen azért, mert érintetlen, mert senkit nem érdekel, érinthetetlen, mert nem vesz részt a harcban. De részt vesz a harcban, csak előtt állunk 3-an, szóval... Oké, Ugvény milyen állapotban van? Fantasztikusan, köszönöm, soha jobban. Visszatartott lélegzettel várja. Már... Hát igen. Valamennyit sérült, vannak kisebb-nagyobb sebei. Semmit inkább nagyon... Inkább kisebbek, lesznek. Vagy inkább nagyobbak? Inkább kisebbek. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolkozik ennyit. Azon, hogy elmeneküljek-e. Oké. Haló? Én nem vagyok bosszúálló típus, de Bobby az. Bobby az egyetlen kérdés, mert hogy teljesen őszinte legyek, hogyha csak ti ketten lennétek, ott hagynálak titeket. De Bobby kérdés. Viszont Bobby állatformában van. De ha annak vége, akkor kampetsz. Hát azért azt is tudod, hogy Bobby nem egyszer tud állattá változni. Szóval, hogyha itt hagyom őket, akkor ők nagy valószínűséggel meghalnak, ugye? Viccesám az itt hagyásról beszélgetni, miközben lent vagyunk a pokolban, és épp azt ütjük, aki valószínűleg visszanyomja a várost újra abban az esetben, ha valahogy egyedül megoldott, hogy elinduljon fölfelé. De amúgy, ja, igen. Nem tudjátok még, hogy mennyire erős, meg nem volt köre, csak láttátok egyszer, hogy nagyon megzavarta a Bobby elméjét. Hát mondjuk azt nem mondta, igen, és azt mondta, ez az ilyen easy trick, bazd meg. Az a baj, hogy lehet, azt mondta, hogy a védelmét tudunk. Ha elmenekül, én kérek egy opportunity attackot. Igen. Mellettem is el kell futnia, csak mondom, de én csak köpnék. Aj, annyira ki akarnám próbálni, hogy mi történne. Hát próbáld. Azt teszel, amit szeretnél. Én nem foglak megakadályozni egyikben sem. Nyilván tudom, hogy ha elmenekülök, akkor ha túlélik, akkor ők ölnek meg. De hogy egyébként is nyilván van rá esély. Szerintem egyikünk alignmentjébe se illik az, hogy megöljünk amúgy. Tehát, hogy azért az... Álló azért néha megéhezik. Na, farkas alignmentje nem a mi alignmentünk. Ha én chaotic neutral vagyok, szóval igazából nekem beleillhet a profilomba, hogy elmeneküljek. Hogyha ennyire a karaktered profiljára akarsz appellálni, akkor azt azért hozzáteszem, hogy te elsődlegesen a Flaming Fist egyik zsoldosa vagy, és Ulder Ravengard valahol oda bent van. Aha. Ja, ez a baj, mert ez... És Bobby a baj igazából, mert hogyha nem Bobby lenne az egyik, akkor nem lenne ekkora dilemma. Bobby a baj. Jó, akkor neki megyek valami dologgal. Látta a mi karakterünk amúgy ebből a vacilálásból bármit? Nem nagyon, mert 6 másodperc alatt történik minden. Aha, tehát, hogy jó, akkor nem. Nem nagyon van rá idő, hogy... Szóval ezt egy pillanat alatt átgondolta. Igen. És aztán rájött, akkor hogy... Ide lépnék. Mi más csinálna a péntek estéivel? Körbenéztem, és aztán visszanéztem Bobbyra, és úgy voltam vele, hogy nyomjuk. Akkor ide lépnék, és leszúrnám Bobbit. Legyen egyszerű. Jó, akkor oda beléptem, és izéval, opportunity-vel? Nem, csak a handexeddel dobjál. Oké, azt találni fog, dobjál damage-en. Srácok, én értettem félre, vagy tényleg nem tud Hunter kapni előnyt és hátrányt? Nem tudok. Nem tud Hunter kapni előnyt és hátrányt. Miért még mindig erre a pontot? Ezt elmondtuk többször, meg én is leírtam most. Elmondtuk többször, és mivel hogy elmondtuk többször, ezért én simán csak elveszem. Ahogy belevágod a handexet, és próbálsz húzni a húsában, kevesebbet sebzel rajta, mint feltételezted. Ezen a ponton nem... Azt mondják, hogy mágikus a számít? Nem kell... Mágikus a fegyvered? Hát +1-es. Ja, akkor számít, igen. Akkor bocsánatot kívánok. Akkor meghal. A teljes sebzés lemegy. Ezen a ponton nem járom körbe többször. Resistance, non-magical, bludgeoning és piercing damage-re. Úgyhogy ha olyan fegyverrel ütitek, aminek van legalább +1-je, az teljes damage-et jelent. Teljesen resistant? Oh god. Hát nem, hogyha nem mágikus fegyverrel ütitek, akkor a felét fogja megkapni a sebzésnek. Oké, és ugye nyilván úgy tudok támadni, hogy jobb kéz, bal kéz, jobb kéz menő. Üthetsz kétszer a handexeddel. Nem háromszor üthetek a handexel? Persze, üthetsz háromszor a handexel. Ja, jó. Akkor megint ütök a handexel. Oké. Kár is így üti. 16. Azt találom, de Mi történik, ha nem addig azzal? Az hogy működik? Hátrány mindannyiunknak. És akkor dobjál még egyet. Az is találni fog, dobja a damage-en. 9. 9. Oké. Okay. Oh. Itt elkezdett csapkodni, és több vágást ejtesz a mellkasán, így ömlik belőle a fekete vér, és ő következik. Gideon elhasználja a körének a felét arra, hogy felálljon. A mozgásának a felét. A mozgásának a felét. És azt mondja, hogy szóval elég intelligens, meg elég bölcs, és tudja, hogy Kraz mire képes. Szóval az fog történni, hogy Gideon így fú, ja, nem tud átmenni közöttetek. De hát mi barátok vagyunk, hát. Az lehet, hogy barátok vagytok, attól még pontosan tudja, hogy mire vagy képes. Az baj. Ez belefér neki. Gyere, Bogyó, gyere. Oké, szóval technikailag Pörri és Bobby kap... Hát várjatok, igazából... Szar helyzetbe helyezni magát, most nem. Ő ennél sokkal bölcsebb, hogy kijátsza magát. Oké. Azt fogja csinálni... Ja, először is. Na, mielőtt bármi történik. Ahogy Gideon így feláll, látjátok, miközben feláll, hogy a sebeiből egy néhány így beforr a testén. Ahogy feláll... hát az a helyzet, hogy Bobby nagyon kemény volt. Úgyhogy két pisztatakkal meg fogja próbálni megütni. Azt mondja, hogy az egyik az 22 az atakról, a másik 17. Mind a kettő talán. Oké. Okay. Mielőtt bármit csinál, Bobbyt megüti. Mielőtt bármit csinál, Bobby kapjon már két geci nagy pofon, nem? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Én csak ennyit mondok, hogy... A kockákat számolod? Igen. Ez ugye, nem ugyanaz az ököl harc, mint az enyém, ugye? Nem, 12, meg 6, az 18, 22, 27, 28. 32 pontot sebez rajtad, két hatalmas csapásra itt megcsapja az állati tested. Egyben marad még? Igen. Oké. Okay. 2 HP-m van. És Krazzé a kör. Jó, ezt már azt nem beszéltük annó, de hogy... Mi van az elfutással? Nem, hanem hogy ugye a sharpshooter az mínusz 5 az attackrollra, az hogy működik a crittel? A crit. Akkor ja. Felhasználom a critet. Oké. Okay. Dobjál akkor damage-eket. És akkor az úgy néz ki elvileg... Hogy... Nem látja senki Gideon HP-ját, ne izéljetek, látom, hogy kérdezgetik, hogy nekem mennyi HP van, nem fogom megmondani. Szóval nem tudjuk, az nem public info. Attackról, meg D10, a Planner Warrior, jó, akkor az ennyi damage. 29 pont, neked magical nyilaid vannak? Nincs, oké. Okay. Nincsenek, én csicska vagyok. Jó. Ahogy belelősz egyet a nyilvesszővel... Yes, de ez force damage. Várjál, a D10 akkor az mennyi volt? A D10 az 6 volt. Akkor ez feleződik, az nem feleződik. Jó. Szerintem az egész force ilyenkor. Ó, akkor nem. Jó. Várjál, hogy mi a neve ennek? Azt mondja, a Planner Warrior azt mondja, hogy the next time you hit that creature with a weapon attack, all damage dealt by the attack becomes force damage. Elnézést kívánok. Oké. Okay. Nyilveszik, eltűnik a térben, megjelenik Gideon előtt, és beláll a melkasába, hátrahőköl egy kicsit. Krasz, fiam! Látom, tanultál. És... Oké. Mást? Nem, ennyi, van csak a... Igen, van egy atakom, csak annyit akartam, hogy a Planner Warrior... azt ugye az előző körben így kombóztunk, hogy már előttem az atakot, de hogy felrakom a következő körre, de hogy az... most akkor végül nem is lőttem vele utána, mert hogy addigra meghalt, de... az csak erre a körre aktiválódik bonus actionből. Oké. Úgyhogy ennyi, hogy az így működik. Hát akkor rálövök még egyet. Dobj. Ez 22. Az elég, dobjál damage-ot. És akkor az... Hogy van? Plusz D6, mert Hunter's Mark. Az 12. 12. És ez most nem force damage, okay. Ez most csak sima damage. Okay. Még utána küldesz egy nyilvesszőt, mindig elkapja a vállát, és kihúzza, és alig vérzik a sebből. Ugvé, tiéd a kör. Anyja köcsög itt. Hát először is az a hármas szintű Cure Wounds annak azt hiszem megjött az ideje. Ne. Várjál. A reactionből nem tudok visszaváltozni körön kívül, ugye? Aj. Attól félek, hogy tehát, hogy azt mondtad, hogy ha kapsz damage-et, akkor abból, ha több, mint ami a HP-d, akkor ezt megkapod amúgy is damage-be. Ha visszaváltozásod után. Igen, nekem muszáj visszaváltoznom. A következő körben, a körömben, utána jövök. Oké, de hogy ha mondjuk de most nem, sebez rajtad... Most ne foglalkozz velem. Hagyjatok itt. Jó, akkor én azt fogom csinálni. Hogy... Egy pillanat, ezt ki kell találnom. Oké. Tehát, hogy így kényelmes neked. Kap egy... Várj, a Sanctuary volt az? Igen, Dave kap egy Sanctuary-t. Okay. Ami azt jelenti, hogy ha meg akarja somni, vagy meg akarja varázsolni a csúnya bácsi, akkor kell dobni egy Wisdom Saving Throw-t, 14-es targettal. Ami nem a világ nagy dolga. Abban az esetben, hogyha ez nem sikerült, akkor vagy választania kell valaki mást, vagy elveszti a támadást. Okay. És hogy ez ugye nem hat range-re, ami lehet még probléma. Szóval ezt akkor kapásból ráadnám Dave-re, ami nem egy nagy cucc, de hogy körbeveszi egy valami. Sárgás aura. És... hát sajnos a... Bonus action-öm marad, amiben, ha jól értem, nem tudok támadni... A spiritual weaponnel tudsz? Csak a spiritual weaponnel, igen. Yep. Pillanat. Akkor dobjál. Oké, igen, spiritual weapon. Okay. Nem a legtöbb, de legalább valamennyi. 18 plusz x millió. Egyébként tényleg elég sok. Wow. Mennyi lesz az így? Semennyi szinte, egy pillanat is az mondom. Egy? Négy, oké. Így hátulról kicsit megküldi a fejét. Egyszer dühös lesz, srácok. És Bobby a kör. Én sajnos kénytelen vagyok visszaváltozni. Okay. A second levelen gyógyulok 2D8-at. Oké, dobjon. Mert ha, ugye most, ha megüti, akkor a Sanctuary leesik róla. Az 6 meg 4, az 10. Ez majdnem mindegy igazából. 10 pontot gyógyulsz. 10 pontot gyógyulok, és Conjure Animals. 8 darab hatalmas mérges kígyó. Azt szerintem én dobom, hogy mit conjurolsz. Nem. Remélem, oktopuszok. Várjál. Lehet, hogy tévedek, csak a legtöbb summoning spell úgy működik. You summon spirit. Nem, azt summonol azt, amit akarsz. Én azt summonolok, amit akarok, úgyhogy 8 darab óriás kígyót. Hát 8 darabot nem tudsz, óriás kígyót. 8 darab, az 1/4-es, és az 1/4-esből egészen pontosan 8-at tudok. Giant Poison Snake? Igen. Oké, 8 darab Giant Poison Snake. Ezt nézegettem eddig, úgyhogy... nincs tokenem a Poison Snake-hez, úgyhogy mindjárt nézem, hogy mit tudok. Ne aggódjál se, miatt 8 darab van ott jelenleg. Van baziliszkem. Ja, de az egy nagy token. Hadd érezzük jól magunkat. Rakjál oda patkányt, vagy valamit. Ez mi? Az a baj, hogy ez az egyetlen fajta olyan beastem, ami medium beast. Ami poison damage-es. Szóval tűnt. Itt van. Nem, mi ez? De valami érdekes. Mérges sünikéket. Esetleg a vicc kedvéért lehetett volna azt, hogy csak 4 darab cápa. És akkor azokat... Jó, dobok nekik initiatívát gyorsan. 8 darab ugvét. Jó, ahogy nézitek, ahogy így Bobby így hátrafelé kiugrik az állatformájából, ahogy kiugrik egy zöld köt, körbevesz, és a sebeinek egy részét behegeszti, abban a pillanatban így lecsapja a tenyereit a földre, és így kígyók kezdenek így kitörni a talajból. 9, bocsánat. Amik Gideon Lightward mögött elkezdenek így kúszni, mászni. Oké. És pörjél lesz a kör ezek után. Ez nem számít akkor megütésnek, ugye? Nekem még maradt egy bónusz action-em? Nem, ez a bónusz, tehát hogy elhasználtam mindent, nem? Ja, nem, a visszaváltozásom az bónusz action? Igen. Jó. Az neked, az nem csak úgy megy. Now that's a problem. Pörjél a kör. 1. 17. Talán, dobjál damage-ot. 7 pont, oké, következő. Azt talál, dobja a damage-en. 6. Oké. Az is talán nem fog dobja a damage-et. Aha. Nincs nagyon jó armóra. Ja. Akkor az 6. Oké. És... újabb hatalmas sebeket ejtesz a testén. Lépni szeretnél? No. Nem maradok. És miután összevágod a testét, néhány seb így összeforr. De miért? Hát magic. Az igen, de hogy tudom, tudja hílelni magát. És így végignézi az aurát, amit így ráraktál Bobira, Ugvé. Rád néz. Bűvészkedünk, és így megfogja a grabancot, és beled néz a szemeidbe, dobjál egy konszéven. Az én szemeimbe, aztán ez nem néz bele. Így csinál. Azokban nem néz bele, haver. Azokban nem néz bele. Nice. És a dühömet látja. Itt csak 30, Viktor. Oh, shoot. Mondja, az... még rosszul is dobott ráadásul, úgyhogy az 6 pont sebzés, ahogy beleránt gyakorlatilag a szemeibe, és egy pillanatra élő holtakat látsz magad körül, és sötétséget, és mintha egy másik létsíkban lennél, de gyorsan kihúzod magad, és az elmény nem sérül annyit. Egyébként nem vagyok jól. Krazzi a kör, és ezen a ponton nincs már nagyon jól az ellenfelünk. Krazzi a kör. Hát tettünk vele valamit. Figyelj, én 8x3D6-ot és 8x1D4+4-et fogok rádobni. De nagyon rosszul dobunk. Ja, oké. De eddig nagyon rosszul dobtunk. Tehát, hogy nagyon... mert a véde... Oké, nem mindig. 24 D6. Én nem megyek oda, mert csak útban lennék a kígyóknak. Esetleg a kígyókkal tudnám elpusztítani. Akkor a sharpshooterrel szeretném meglőni. Az yeah. Azt jelent... Hogy az egy nap egy, amit így ellövöd előre, és az egyik kígyóknál találod vele. Dobjál damage-et, egy sima weapon damage-et dobjál. Ha hátba lősz, fiam. A kígyót találja el, nem téged. Kígyót találja el, nem téged. Az egy kígyót. És úgy? Igazából, hát a sharpshooterrel... Ez is egy. Akkor az 8. Életben marad! Okay. 11 HP-ja van. Nincs. Nem 11 HP-ja. Annál sokkal több HP-ja van. Mit nézel? A Poisonous Snake-nek? Igen. A kompendiumot nézem, 11 HP-ja van csak. Jaj, mert rossz izét nézek. Aha, rossz HP-t nézek. Igen, bocsánat. Mennyit damage-eltél? 8-at. 8-at. Jó. Hát ez a kígyó már nincs jól. Friendly fire! És van még egy atakod. Mérgemben eleresztek még egy nyilvesszőt. Szerintem viccelt, Viki. Oké, azt találni fog, dobjál nem csak. Dobjál 30 szeket kapod, de viccelt. Na, azért nem adtam neki sokat. 3 plusz D6. Na végre valami. 11, 14, okay. És ez semmi, nem magic, nem izé. Oké. Okay. Hogy belelősz egy újabb nyilvesszőt, csak egy karcolás sikerül ejtened a karján. És most jönnek a kígyók. Ami azt jelenti, hogy... állót, és aztán jövök. Jó. Feltételezem körbe, azért körbeveszed a kígyókkal. Hát persze. Mind a 8 nem fér oda egyébként. Ne aggódjál. Az egyik egy majd mozog. És úgy működik az 5. edition, hogy minden szörnycsoportnak egy kockát dobunk atakra, meg egy kockát dobunk damage-re, úgyhogy dobjál egy atakot a kígyóidnak. Jól dobjál. Ez igen, ez fontos. Van előnyöm, úgyhogy azt... Most nem dobhatsz 8-szor, ezt akartam mondani. Ez önmagában az nem jó. Weapon attack az plusz 6, tehát hogy az 10. Ez kevés. Igen, de hogy előny, azt mondtad, hogy előnnyel dobsz, az csak egy kocka van. Igen, 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 dobom másodikat. Ez egy crit. Az egy not 20, úgyhogy azt mondja, hogy az akkor az 2d4 plusz 4x8, ja 4x5, mert hogy 5 tudja csak körbe venni. Az 2D4. Aha. Plusz 4. Várjál, de... Ja igen, így. Az 7 plusz 4. Az... 7 plusz 4, az 11x5. Meg plusz a... Ugye ez okay. Piercing damage, úgyhogy ez az, amit felezhet. Piercing. És aztán jön a 3D6 poison. Na várjál, 2D4 meg 4, az 11x5, az 55. Az 9. 5 lesz. Oké. Okay. Az 9, 5x5, 5x9, az 45. Oké. Okay. Szóval, az történik, hogy ahogy... Itt dobott a foscsiai. Ahogy Bobby... Az 8 darab crit. Várjál, sajnos nem ennyire szép a helyzet, mert, még dobhatsz egy con-save-et. Ja, dobnom kell neki. És azzal meg tudod felezni. 2-vel nem fogom. Ja, 11! Ahogy azt látjátok, ahogy Bobby így véres verítékkel fulákol a kövön, így felnéz gyűlölettel teli szemmel, és a kígyók így ráugranak Gideonra, és elkezdik széttépkedni a húcsát, ami beteríti a falat, a szobát, mindent körülöttetek, összetrancsírozva mindent. És Gideon halott. Kik az ügyes kígyók? Hát kik az ügyes kígyók? És ehhez csak másfél millió csatorna pontot. Nem, az nem ez a karakter. Jó, az nem ez a karakter, nem pont a kígyóktól fél. Micsoda, tudod, mennyit ütött ez rá? 75-öd van. Mit történt? Ja, ez az a helyzet, hogy ez a Conjure Animals, ez az én top varázslatom, amit most igen, kaptam meg. Igen, ez a legerősebb spellje Bobinak, és egyébként ha nem vittétek volna le annyira a HP-ját, amennyire levittétek, akkor nem tudták volna megölni kígyók. Csak így szeretnék végignézni Bobin, fentről le, meg fel, és szép munka volt, kis haver. Mesztelen vagyok. Én egy... We are bros. We are bros, és hogy álltok Gideon Lightward teteme felett, én itt lezárom a mai sessionünket, mert pontban 9 órára végeztünk. Kéne majd egy long rest. Akarom tudni, hogy miből olvasott. Arra nem nézünk végre. Felderítitek a szobáját következő session. Ja. Picsa. Picsa. Hát ez mennyire durva volt. Ez nagyon jól esett. Szerint én azt hittem, hogy facetankolunk mindent, és hogy nem, arra nem számítottam, hogy valaki előrent a zsebében 8 darab mérges kígyót. És dob rájuk egy kritet. És dobott rájuk egy kritet, úgyhogy ez ilyen szerencsés dobások egy velege volt. Szerencsés az én 20-as nem megkattanós dobásom is jót tett, mert igen. Az olyan, hogy 31 HP-n volt. Tehát, hogyha bekapom azt a damage-et, amit Dave bekapott, akkor... Ez sokkal csúnyább lehetett. Kétszer ütött rám 30-at, bazd meg. Úgyhogy... Sokkal csúnyábban. Akinek még a világon semmi baja nincs, az kráz, kisételt szépen az épületből, és várta a megfelelő pillanatot, hogy maradjon-e, vagy jó, sem. De Kaci annyi nat egyet dobott ma, hogy én nem láttam annyit. Egyébként igen. Elég 1,5 millió csatornapont. Igen, valamit ugye nem is használtunk, azokat visszaadom, és azért adom vissza, mert el fogjuk felejteni, mint minden egyes alkalommal elfelejtjük. Viszont azt is elfelejtjük, hogy mivel játszunk. Én csak azért szoktam gyorsan elhasználni, mert tudom, hogy könnyen elfelejteném. Jó, a Kacinak a segítségét nem, az egyiket igen, meg ezt is. A Hunter kritikáját azt visszaadom, mert az olyan nincsen. Mert én nem... Viktor hátrányát elhasználtuk. A Kraz, elhasználtad a kritikálodat? Azzal se ezt a 29-et. Ja, igen. Jó, igen, ezt felhasználtuk. Ezt a segítséget felhasználtam, Viki nem használta fel, Ugvei... De felhasználtam. Nem használta fel, az egyiket felhasználtad, igen. Én azt hiszem nem használtam fel végül. Hunternek Setitől azt visszaadom, és itt volt 2 olyan nem addig az, amiről nem tudom, hogy kinek ment, de nem használtuk fel, úgyhogy azt ott visszakapta a kis geci. By the way, ha megjegyzem. Ja, igazából nem csatornapontokért kéne adni ezt, hanem bitekért, én azt mondom. Hát ez fun volt. Na, ez nagyon fun volt. Tudom, hogy ez hosszabb lesz egyébként. De ez, nem volt nagyon sok HP-ja, és minden körben gyógyult valamennyit, de volt itt egy crit besegítés, meg voltak itt nagyon jó dobások, úgyhogy a szerencsének köszönhetek, nagy részézeddig tartott. Igen, ez sokkal rosszabb lehetett volna. Ez nagyon rossz lehetett volna. Ja. Ja, de ez geció volt. És végre azt éreztem, hogy nagyon ritka olyan, hogy az alignmentem, az beleszól egy ilyen helyzetbe, hogy meglátok valaki shady-t, és mondom, hogy ezt nem bírom. És a Bobby semmit nem gyűlöl ebben az egészben annál jobban, mint hogy itt kell lennie ebben a fosban. Gideon a Poison Condition-re immunis, a Poison Damage-re nem immunis. Tehát, hogy nem lehet poisoned, de hogy a méreg attól még fáj neki. Ja, mert a poisoned az úgy működik, hogy dobhatok rá, ugye? Igen. Yep. De mindegy egyébként, mert a poisoned független is meghalt volna már. Én meg ugye a bondjaim, amik még a továbbiakban is gyakorlatilag Ó, nem, Poisonre is immunis, de mindegy, meghalt volna már. 5 darab senkit nem hagyunk hátra. Szóval, hogy én így onnantól, hogy Dave-ben állt a dologba, onnantól én nem tudok kiállni belőle. Ez abból a szempontból cool, mert egyébként maga a kampány elég fekete-fehér. Tehát, hogy lejöttetek a pokolba, itt senki nem akar nektek jót. Igen. Ez egy olyan is, de hogy Gideon megölése az nem feltétlenül lesz még a javatokra, meglátjuk. Viszonylag biztos vagyok. De nagyon jó. De Hunter eddig úgy nézett ki, hogy a könnyebb utat választottuk? Nem, általában nem. Mindig van valaki. Nézd meg, hogy Vic is el akart menekülni félúton, mert... Nem félúton, az elején. A legelején, igen. Ja, bocsánat, igen. De aztán utána nem bántam meg a döntésemet. Miattad maradtam, és bebizonyítottad, hogy jól tettem. Na de most már menjünk haza. Menjünk a rettentbe. Kezd elegem lenni. Még azt az majd azt a két kis minotauruszt azért szedjük le. Ja, azokat nagyon kell verni. Ja, nyilván, hát azokat még megcsináljuk ügyesen. Én arra gondoltam, hogy ebben a gyönyörű helyiségben a csávó hibáját nem elkövetve, tehát az ajtót bezárva aludhatnánk egy nagyot. Igen, igen. Ja, mindenképp. Jó, idet kikülded így az ajtó elé, azt ők így örködnek. Nem, azok addig vannak ott, ameddig én akarom. Hát egy órát. Nem, 3 órát. 3 órát. De el 3 órát vannak. Aha. A druid levelem felét vannak itt. Oh. Nice. Amennyi nekem tetszik. Azon gondolkozom, hogy hova menjünk tovább, de én azt mondom, hogy átmegyünk Chills-hez, jó? Mert Chills Horizon Zero Down-ozik, és valószínűleg most már soha nem fogjátok itt látni, úgyhogy... Feladtad a backlogodat? A backlogomnak egy részét. Én amondó vagyok, hogy ez úgy fog kinézni, hogy szeressek bele ebbe a világba, úgyhogy majd a Frozen faszomat játszom. Visszaadom a jutifalit, mert elment a kutya. Úgyhogy sajnos, de visszaadom a dolgot. És a holnap. Jaj, holnap reggel nem lesz stream. El kell mennem egy fotózásra. Úgy, nézzétek Viktort holnap reggel. Holnap reggel nézzétek Viktort, így van. De csak 11-9-től. De csak 11-ig. Leszek, yeah. Jól van. Úgyhogy viszont holnap este GTA 5 RP a GameStar csatornáján, és előtte még beütemezünk valami kis mókás dolgot ide is. Úgyhogy mondanám, hogy érdemes velünk tartani, de hát ez elég szubjektív. Drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hunter, fantasztikus volt, mint mindig. Nagyon király volt. Élmény az enyém. És mindenki másnak köszönöm, hogy az estejét rászánta erre a dologra, és el fog menni a raid. Fanzó volt. Mindig fanzó. Fanször volt. Sziasztok! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to